open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel, és már kedv van. Jó reggelt mindenkinek! Hello! Sziasztok! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Ahogy Károly mondaná. Itt vagyunk. És már kedv van. És már kedv van, ugye? Hát, az kemény az a Károly sztori, igen, erről az. Tegnap. Tegnap beszéltünk, hogy lebukott a vém. Jaj. Hoppá! Igen, lejöjjük neki egy irányt, így alakult. Lebukott a vém, per naj, de igen, és ezt meg is tapsoljuk. Lett új hír reggel óta. Most kiadott nem, te tegnap, valamit a királyi család. Nagyon-nagyon keveset tudtam internetezni, de nem láttam igazából tegnap nagyon újat. Úgyhogy... Most nagyon agyalnak. Hát figyelj, erre nem lehet mit mondani. Hát ott van az egész család, kezükbe tevetett arca. Az kemény. Az kemény, igen. Karácsi, miért? Karesz, de most komolyan. Normális vagy Karesz, egy fiúval látod, lovard előtt, hátul, a hátsó bejáratán, érted? Annyi szoba van itt a Buckinghamben is. A szolga bejáró mögött, érted? A feljárón, hát mi hogy? Mentetek hátra? A szalmabálák mögé vagy valami? Hát most tényleg? Nincs elég bajú. Elképesztő. Na mi újság van, ki hogy van, kivel mi van, minden oké, minden rendben? Jól. Hát köszönjük szépen. Ha franciaországi EB-re megyünk, nem biztos olyan jó leszünk hangulatilag. Hát ez megvan, ez az ukrán sztori. Az elképesztő. Elképesztő. Igen, nagyon durva. Hát láttatok a videót, mert hogy az ember meg volt figyelve az ember, és az egészet rögzítették. Ahogy a kis buszba bepakol, az is be volt kamerázva, aztán ahogy beszáll a kis buszba. Miért veszik fel a kamerát? Mert régóta megfigyelték már a fickót, és kellett a tettenér, és meg kellettek a bizonyítékok. Félelmetes mennyiségű fegyverről, illetve robbanószerről van szó, 125 kiló TNT, tehát amikor így az ember így leírva olvassa csak a dolgot, akkor persze van egy elképzelése róla. De amikor látod, ahogy a ládákat bontják ki egymás után, és lehet látni, hogy mekkora mennyiségű robbanóanyagról van szó. Kemény. 4 kalasnyikov volt ott, még 2 RPG, rengeteg rakétavető. Gránát, tehát, hogy... Hát messziről is tudod, akkor nem kell közel menni. És az volt a terv, hogy ő beül itt, és kiszáll. Nem, az volt a terv, hogy valószínűleg ez a csáv egy viszonteladó volt már, tehát ez egy szélsőjobbos francia állampolgár volt, aki még csak nem is volt muszlim. Csak úgy gondolt, hogy keresett igen, egy kis bizniszt akart belőle csinálni. Jézusom. Félelmetes mennyiségű fegyver megrobbanó. Hát és az a kérdés, hogy hány ilyen van még, tudod? Akit nem tudtam figyelni. Igen, bocsánat, mondd csak, hogy indult? Tehát Ukrajna, Lengyelország, ugye? Igen. De jó, kaptam édesítőt, köszi. Tehát akkor tulajdonképpen ő egy ilyen Ukrajna, Lengyelország, Németország, Franciaország? Valószínűleg így, igen, fönt éjszakon végig. Tehát ugye neked az Unióba kell belépni, utána már Schengen van. És ha Ukrajnából jött, akkor azt nézem, hogy honnan jöhetett. Vagy Románia, Moldova, Ukrajna, Lengyelország, de ez nem valószínű. Vagy akkor pedig már, hát az oroszoktól jöhetett. Igen. Hát, vagy alulról Törökország, Grúzia, Oroszország, Ukrajna, lenyített, vagy megkerülte ugye a Fekete-tengert jobbról. Inkább ez nagyon kemény. És ha már nem vagy Lengyelországban, onnantól kezdve már hús. Azt nem tudom, hogy lengyel Schengen, azt nem tudom. De ebbe hülye vagyok. Ugye, mert a Schengenen belül nincs határ ellenőrzés. Ha Lengyelország a Schengeni övezet része, ezt sose tudtam, pedig nagyon sokszor tanították, akkor onnan már ott vagy Franciaországban. Határ, ott már végig megállítás határ van, de hogy ugye ellenőrzés nélkül. Tehát neked tulajdonképpen az ukrán-lengyel határt kell egyetlen egyszer megugranod. Ha azon átsusszansz, akkor ott vagy. Akkor benn vagy Párizsba. Sima, normális, levizsgázott autó, senki nem állít meg. Nem, Lengyelország, Németország, és Németország, Franciaország ugye már határos. Ha csak nem a Benelux államokon keresztül jössz. Az valószínű. Hát lehet. Igen, éppessége simán előfordulhat. Hát egyelőre az van, hogy nyilván egy csomó információt azért nem árulnak el a hatóságok. Már egy ideje megfigyelték az illetőt. Hát ugye ott halászott a zavarosban, ahol lehetett. Tehát Ukrajnában azért a háborús események miatt sajnos viszonylag könnyű hozzájutni. Vagy hát úgy gondoljuk, hogy viszonylag könnyű hozzájutni, mert hát ekkor a mennyiség esetén azért itt nem, tényleg nem arról van szó, hogy valaki
buherált a fészerben valami, hogy hívják. Nem, felkészültetnek tűnt. Igen. Mennyiségileg és minőségileg is. Igen. Tehát ez nem a kuktából meg anya csavaranyából csinálok valamit, nem. Az is ugyanolyan veszélyes, de azért ez egyre komolyabb. Gyerekek, valami lesz, ez biztos. Szóval, hogy előbb Franciaországról ugye nagyon mérgesek, nem szeretik őket. Hát ott van most ennyi ember, ennyi civil. Egy hónapon keresztül. Most van idejük rákészülni, az EB-ről már tudnak két éve. Tehát, hogy szerintem gőzerővel készülnek erre. Gőzerővel készülnek erre. Hát ugye mindenféle tervek voltak, vagy hát ilyen leleplező tervek, hogy ugye drónnal mérek szórás a stadion fölött. Igen. Messziről belövök ezzel igen. A várról indítható, hogy hívják ezt, amit most is RPG. Bár mindig bebizonyosodott az egyébként, hogy azért, amikor nagyon nagy rendőri készültség van, akkor azért sosincs semmi. De rendőri készültség mindig akkor volt, amikor történt egy valami, Brüsszel, Párizs, bármi, és utána ugye fokozott rendőri jelenlét volt. Akkor utána hirtelen nem történt semmi. Most a kérdés, hogy a nagy csönd után, ugye Brüsszel óta nem volt semmi, fokozott rendőri jelenlétnél tudnak-e amit csinálni? Ott nem tudsz nagyon lövöldözni, mert azonnal nagyon lőnek. Közvetlenül ott nem. Tehát közvetlenül ott nem. Ugye kérdés, hogy hova akarnak be, hát a stadionban nyilván nem jutsz be. Igen. Tehát ugye itt is ugye pályaudvarok, buszpályaudvarok, nem tudom milyen létesítmények voltak a fő célpontok, ahol de, ugye civilek vannak. De bárhol történjen bármi, akkor is mindenképpen egy nagyon súlyos tragédia lehet belőle, ne legyen. Hát most gondold el itt a sziget is. Én nem tudom, ezek a fiúk mennyire felvilágosultak. Ugye, mondjuk az iszlám állam. Ja, hogy van sziget? Hát itt hát a sziget, és ráadásul tele külföldivel. Tele külföldivel. Hát, na most oda bejutni se azért egy nagy teljesítmény. Igen, már a sziget alatt nyilván nehezebb az ügy, de hát most előtte? Már... Így van, hát ma tudod, hogy mikor lesz a sziget. Tudom, mikor lesz a sziget. Így van, kimegyek kutyát hát sétáltatni, nem bonyi. Kutyát viszek. Fölmenni az internetre, azt megnézem mikor a sziget. Ne is mondjunk azt már. Nem, csak hát mert abban bízunk, hogy nem vagyunk számukra annyira érdekesek. Bár ami jött, néhány nagyon okos ember elmondta, hogy a Honvéd Kórház már peshmergákat gyógyítanak. Meg nem is mi, hanem azért itt nagyon sok mindenki van. Tehát itt vannak a britek, itt vannak a franciák, itt vannak az angolok, jönnek a németek. Hát nekik nem mi kellünk elsősorban, hanem például a franciák. Vagy a németek, ugye. Úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok. Én mondjuk nem megyek foci EB-re, nem ezért. Ha érdekelne, kivennék, aztán kapjátok be. Nem fog félni, tényleg. Tehát ha lenne egy rendezvény, nem tudom, tegnap este beszélgettünk erről, pontot összeverődött egy kis csapat, hogy ha autóba ülsz a Magyarországon vagy a világon, ugyanúgy benne lehetsz abba a napi 5-8 emberbe, akik sajnos ott maradnak az úton, de mégis más úgy oda menni egy ilyen rendezvényre, hogy tudod, hogy most fenyegetettség van, nem? Más. De ha tudod, otthon maradsz, vagy nem mész, akkor megőrülnek. Szóval... Igen. Persze, fölösleges kockázatot nem kell vállalni, de ha egy nagy foci drukker lennék, vagy még jobban szeretném a magyar válogatottat, mint amennyire szeretném, és lenne jegyem, én azt számom, hogy akkor megyek. Aha. Szóval lesz, ami lesz, de nem, nehogy már ők győzzenek. De megértem, aki nem megy. Igen. Vagy azt mondja, hogy nekem most családom van, nem ér annyit, itthon maradok. Vagy mondjuk most Horvátországban nyaralunk. Hát én minden barátommal, te hova mész? Ti hova mentek? Mentek, de az, hogy nem akarja. Ti, semmi, levágja, ha ide megyünk. Igen. Oda megyünk, hol? Horvátország. Én nem szeretem Horvátországot. De nem tudsz hova menni. Nem. Vagy maradsz itthon, ugye egy jó Balaton, Velencei tó. Vagy hát amiatt lecseréltük a Korosztár tévénket azután. Nem félek otthon. Már nincs, ami robbanjon. Igen, mi bevállalunk majd valamikor, nem tudom, Spanyolországot, de hát most... Ja. Azt is megfenyegették, hogy az olasz tengerpartot is... Minden, hát gyakorlatilag mindenkit majd, hogy nem... Mi azt mondtuk, hogy lesz, ami lesz, mi azért egy hétre elmegyünk. Aztán... Mondtam, hogy csak a repülőtéren kell gyorsan átjutni. Utána... Nem érdekel, szomjas vagyok. Nem iszol, pisilik. Nem pisil. Kinn akarok lenni a reptéről. Hát csak nem. Szörnyű. De én napon kifekszel az olasz tengerpartra, érted? Persze, bárhol meg lehet. Megérkezik valami motorcsónakkal, és... Ja. Nincs ott vagy, szóval. Ott ráadásul ugye jönnek át a tengeren, most abban van egy ilyen őrült. Hát az meg a másik. Akkor már meg vagy. Na mindegy, hát nagyon reméljük, hogy nem. Ennél sokkal fenyegetőbb veszély van, tanácsot szeretnék kérni. Na, amikor jön a levél, hogy egy 5000 forintos be nem fizetett, még nem tudom mi miatt le akarják foglalni anyát házát, akkor mi, akkor mi a jó megold? A mama, na most a mama 78 éves. A mama Maris a világ legjobb anyukája nyilván számomra, de már így szűrve tudja az információkat feldolgozni, a hivatalos papírokkal pedig hadilábon áll. Ráadásul ő azt szokta csinálni, ha oda jön valami, mert én ugye ott vagyok még bejelentkezve, akkor ő az a villámgyorsan elrohan a postára, feladja,
majd utána felhív engem, hogy kisfiam, életem, jött a hivatalos papír, mi volt benne, mama, pogarásszuk át legalább a fejlődés. Nem tudta, hogy mit. Igen, hova küldtél, miért. Végrehajtás, 5000 forint, de szerintem elviszik a házamat, mondja mama. És becsengettem? Nem tudom, hát ne, azt se tudom, hogy mi van, érted? Ja. Nem fizette még be, mert azt mondta, hogy nem volt hozzá csekk, csak hogy jött egy papír, hogy végrehajtás valami miatt. Valamit végrehajtottak. De mi? 5000 forint miatt, amit azt se tudom, hogy micsoda. Én mindig mindent befizetek, nekem nincsenek. Az lehet, hogy csak a büntinek az illeték része. Tehát ez az 5000, ez egy ilyen szép kerekösszeg. Ugye, tehát, ha valamit nem fizetsz be, mit tudom én, van egy nem tudom házadód, vagy nem tudom, és azt nem fizetett be az önkorinak éves szinten, építményadó, vagy nem tudom, akkor annak a már a büntél, vagy a végrehajtás az már az 5000. Tehát ennél még lehet, hogy jön a nagyobb összeg. De nincs sem, tehát hogy nem jött semmi papír, se ide, se oda, ami mit tudom én az nem ma. Lehet, hogy valami csomagküldő egybeolvasott valamit. Végre felkiáltolja. Végre. Hajtás mögött megtalálja a nyeremény. Tehát valami is összeolvasta? Simán lehet. Már mit rendelhetett? És akkor miért rohan el a postára? Átvenni. Föladni nekem. Ja, föladni a levelet? Hogy elküldi, aha. Ugye ő nekem elküldi Budapestre. Azt hittem kérdés nélkül becsenget. Nem tudom, Ferike, mi volt, az befizettem. Igen, de befizettem. Mama, küldtem is. Mennyi volt? 100 000. Mama, mennyi a nyugdíjad? Igen. Akkor viszont meséljél. Ha megjön az két napon belül, és akkor megnézzük. Hát azt föladta már, úgyhogy remélem ma vagy holnap itt van, mert ez múlt héten adta föl, de csak most hívott, és mondom, egy ilyen 5000-es izé, hogy végrehajtás, és visznek mindent, jaj, földönfutó lesz. Ja, hát nyilván a legrosszabbra kerültem abban a pillanatban, tehát hogy is annál is rosszabbra. De ilyenkor mi van, mennyi, hány felszólítás jön? Egy és kész, és egyébként tényleg odaáll egy tudom, ember, olyan és olyan rosszul állok az ilyen önkormányzattól kapott levelektől, nem tudom. Hogy önkori, tehát lehet, hogy NAV, lehet, hogy... Rendőrség nem lehet, autópályán nem lehet, büntetés, ilyen parkolás nem lehet, mert az nem kerek összeg, az ilyen 3000, 7000, tehát az nem mindig 5000. Nekem ez valami illetékgyanús, tehát hogy ez valami olyan, aminek most te csak az illetékét fizetted 5000. Aha. És közben a levélben felszólítottak, hogy 5000, de ha még nem fizetett ki magát, akkor ugye ráterhelik. Akkor van ez az 5000-es, igen, tehát már azt is elküldték. Hogy van, 5000-ért elvisznek valamit tőlünk? Nem. De miért? De 5000 értékben. Azt mondod, hogy nem fizetem be az 5000-et. Elfelejtetted, elment, a tök mindegy. Akkor jön egyszer egy nagy darab ember, egy ilyen kigyúrt ember, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, nézzük, kávéfőző, hát a kutyagós az 300 forint, az nem lesz meg. Színes tévéje milyen, Mariskám? Azt mondja, na jó, ez kicsit. Orion, akkor az 5000. Van ilyen? Junosz. Van ilyen, hogy elvisznek valamit? Simán lehet. A Sziklás Madonna eredeti. Az nálunk még könnyezik is, úgyhogy az többet ér. Simán lehet egyébként, simán lehet. Vagy leülöd, de akkor az ugye közigazgatási, tehát akkor az más, az a közlekedős történet. És akkor nekem Priuszom lesz, ha 5000-et leülök? Ez egy jó kérdés. Én azt hiszem, hogy igen. No. Hát rabosítanak, bemész, hát az a büntetett előéletű lesz, nem tudom. A HRFK rendezvény, nem fogsz már műsort vezetni, az is biztos. De nem tudom, hogy a rendőrök és a büntetettek közötti jó kapcsolat ápolásában szerintem jó lennék. Érted, én vezetőszáron felengednének a színpadra. Lábbilincsel, így lassan, ilyen 10 centis lépésekkel. Na jó van, majd meglátjuk, nem tudom. Mondd, hogy mi van. Nézzétek a pakban fejét, ma már mennyivel boldogabb? Nézd, nem aludt sokat. Aha. Tudjátok, ki vagyok? Megismertem. Igen, Berger. Ugye? Berger vagyok. Nézd, ugye? Egyből jobban kiúzza magát, kicsit kinyomja a pocakját, és a fejében már ott van a szemében már ott van a tűz. És ugye? Ki ez itt mellettem? Kalambok habátjában? Igen. Hát, nem, csak Zsuzsa. Igen. Pakmannak jót tett azért ez. Éppen megy a mokka, és valahol konferálnak, és úgy látszik rajta. Igen. A büszkeség. Hogy odaért. Odaért. 20 évet várt rá, de odaért. Rögzítettem egy kis felvételt. Tegnap ugye beszélgettünk a Balázskáról. Az Asperger szindrómás kisrácról, aki igen, a BKK jó voltából felmondhatta a különböző kis megállókat, ugye 4-es 6-osnak a vonalán, aztán tegnap, amikor arra jártam, akkor rögzítettem egy pár felvételt. Utazták kombinon? Édesem! Jó! Kicsit racsolva, de tündér. Tuki.
Megőrülök, gyerekek, ilyen van már, hogy elmondja, hogy mire szállhatsz át. Persze. Igen. Nem emlékszel, hogy mi is kellett mondani. Hallod, ez már vagyunk, hallod? Hol kellett mondani? Amikor néhány évvel ezelőtt, ugye villamos jegyesek voltunk, és akkor mit csináltunk, akkor te ott akadtál ki, amikor a második megállóban a 25-et kellett mondani, hogy és átszállás a Petőfi irányába, a 22-es. Nyugati pályaudvar. Bizony. És a nagyobb csomópontoknál elmondják angolul is. Úgyhogy nyugati pályaudvar. Tehát egy ilyen kiáll utca, meg Veselény itt. Nem, de a Blahánál például elmondják angolul is, hogy át lehet szállni a keleti irányába. Ez menő. De ez tök jó. Na. Hát, már csak egy ugrásra vagyunk Tokiótól. Nem? Nagy ugrás, de igen. Ide nekünk a Shinkansen-t ezek után. Ha már bemondják, hogy hova lehet átszállni, akkor... akkor már jók vagyunk. Na, Cuki Balázs, igen, remélem, hogy tudtunk neki ezzel a kis tegnapi beszélgetéssel egy kicsit segíteni. Na, gyorsan ismétlünk egy picit, jó? Megmutatjuk, a iparkamarai tagdíj, írják ezt neked, Feri. Aha, az be van fizetve, mondom. Aha. A kamarai hozzájárulás, az, az tudom. Ja, azt is írják, hogy ilyen átverés, hogy idősek aha. Meg kiküldik. Az simán benne van. Az simán. Jó. Hát, ránézzünk a levélre, és akkor megtalálod. Jó. Na. Jó van, oké, mutatjuk gyorsan, hogy mivel foglalkoztunk tegnap, ugye Károly hercegről beszélgettünk viccesen, hogy mennyire durva lehet tényleg ez a királyi családnak, hogy Károlynak volt egy meleg afférje egy fiatal fiúval. Hát a fotó az elég egyértelmű, lehet sokféleképpen magyarázni, de szálljunk sokkal egy fiatal hát, fiút. Egy amerikai bulvárlap kapta le, aki eleve már ugye vadászik a királyi családra, volt már több ügyük, de ez most azért nem tűnik. Nem tűnik hamisítványnak. Nem, nem, azon a fotón, serceg a herceg. Serceg a herceg. Ahogy a sörték összeérnek. Aki már sose lesz uralkodó, mert a királynő azonnal félreállította. Tehát sokan a rovásán, úgyhogy hát ő már nem lesz. Vilmos lesz a következő, és arról beszéltük, hogy hogy lehet ezt ilyenkor kimagyarázni, egyáltalán mennyire lehet kellemetlen a királyi családnak, ki fedezhette föl, és volt-e például a királynő és Károly között egyfajta elbeszélgetés, hogy na jó, hát azért álljon meg a nász mellett, édes fiam, mit csinálsz te valójában? Igen. Nagy pusztít azzal a szád! Igen, ugyanezzel a száddal csókolod az unokáidat. Szóval ezt megmutatjuk, aztán pedig közben már mondjuk, hogy lehet jelentkezni játékra. 1-0 ide? Igen. 1-0 ide. Úgyhogy húzogassátok csak rövid, az... 4 másodperces játékban. Igen, igen. Húzogassátok az oroszlán bajszát, irogassatok, jó, jelentkezzetek játékra, mert a hét még azért nem ment el. A hét még nem ment el, úgyhogy tudtok nyerni. Jó, mi mutatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. La 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 la. Az egyszerűség varázsa. Az bizony. Maxwell, te jó Isten. 10 perc, pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, hol nagyon jó idő van? Nagyon szép idő van. És marad, ám most van 4-5 összefüggő napunk lesz, amikor jó idő van. Nagyon azért jó. Az szép. Az jó, ha kitart hétvégére is. Bizony. Mert ez a 4 nap kedszer, de csütörtök péntek még a szombat. Pénteken brutális hidegfront, lehűlés ja. És 6 fok, tudod. Na, megnézzük, hogy ki a játékosunk, jó? Kivel játszunk, Eddem? A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Orsi, hello, Orsi. Orsi, honnan hívtál minket? Sopronból. Sopron, mennyi idős vagy? 19. Azért. Azért, mert olyan... Hallatszik a kis hangodon. Nem megyünk. Milyen perverz volt. Hallatszik a kis hangodon. Nem bízt tovább, te kis cukorfalat. Az öreg bácsi, hallatszik a kis hangodon. Orsi, és honnan hívtál minket? Sopronból. Mm. És mennyi idős vagy Orsi? Sopronból. Még 19 éves fiatalabb tűnsz. Mit csinálsz, Orsi? Tanulsz még, vagy mit csinálsz? Igen, tanulok vendéglátó középiskolában. Pincérnő leszel, vagy? Nem, szakközépiskola, úgyhogy ja, még köszönöm. Nincs ilyen, hogy szakosodnék, és majd tovább tanulnék. Irány Ausztria? Utána? Nem tudom, inkább valami angol területre mennék. Na, jó, de nem azt mondja, hogy itthon maradok. Ki fog minket eltartani? Nem? Gyerekek, kiürül az ország. Kivel játszanál, Orsi?
Janival. De aranyos is. Nagyon szépen köszönöm. Ez jó döntés. Jó játékos vagy, Orsim? Hát megpróbálkozom vele megvédeni a hallgatók becsületét. Nagyon jó. Szükségetek van a pontra, mert tegnap elmentünk. Tegnap elmentünk egy óra. Na jól van, hát akkor legyél ügyes. Hajná, Jani, indítjuk az órát. 3-2-1, tessék. Orsi, készültél? Kérdezel? Van a kérdéseid? Átadom neked a kérdezés jogát. Hallottad, Jani, hogy milyen jó lesz a dinnyetelmés? Hallottam, reménykedem benne én is, hogy nagyon jó lesz. Szereted a dinnyét? Imádom a dinnyét. Imádom. A görögöt? A görögöt, a sárgát azt utálom. A sárgát utálod? Utálom, bizony. Imádom salátának. Kenyére leszed esetleg? A görög dinnyét csak üresen megy magában, de salátában is szeretem. De jó, egy kis gyümölcs saláta. Ugyanék most egy kis gyümölcs saláta. Te flamos vagy? Eltél ma már valamit? Hát... Szoktál reggelizni? Szoktam reggelizni. Szendvicset mondjuk. Péksütik? Péksüti is jött, egy jó kakaós csiga. Fincsi kakaós csiga, azt imádom én is. Én is imádom a kakaós csigát, vagy a fahéjas csigát. Nyami, fahéjas csiga. Igen, már nem tudok mit mondani, nyami. A pervers szatír játszik. Nyami, imádom a kakaós csiga. Jó leves. Nem akartam átmélni a másik oldalról, meg nem lehetett rajta a szatír és az ártatlan hófehérke, tudod? A vadász és a hófehérke kint az erdőben. Jó Isten. A hófehérke elugrált a puskád előtt. Jó van, Orsi, gratulálunk, megvan az ajándékcsomag. Köszönöm. Ügyes vagy, küldjük neked, jó? Jó, köszönöm. Szép napot nektek. Neked is. Hello. Sziasztok. Van ez a freki, ez nem? Ez a hangfreki az. Igen. Egy ideig jó, és utána tudod, hogy így bereped a szaruhártyám. Sziasztok! Nem? Egy idő után. Na hát ennyi, elpopsizott egy 19 éves. Ennyi. A kis cukorborsó. Ennyi. Elkapták az öreg tantert. Átgázoltak rajta. Te kenyére leszed a dinnyét? Szoktam. Jézus, Úrnyom, Jézus, Atya úristen, miért eszed kell? Melyiket? A sárgát vagy a görögöt? Görögöt. Kenyérre. Marha jó, friss kenyérre, friss fehér kenyérre a görög dinnye. A dinnye. Aha, na ezt mondjam, én már hallottam zsíros kenyér, lekvárral, mit tudom, de a dinnyét kenyérre. Mert önmagában az nem laktat a dinnye, és akkor annak idején kevés pénzből paraszti életben, az sima ügy volt. Kenyérre. Kenyér dinnye. Kellett tukmálni nekem is a fateromnak egy ideig, amíg kipróbáltam, hogy nehogy erőszakba torkoljon a dolog. És jó, megy egyébként nagyon hozzá. Nagyon finom, nagyon próbáltam. A jó a kenyér, tudod, igen, ez a jó vastag héjú, ropogós héjú fehér kenyére. Egyébként nem rossz. Vannak dolgok, amiket kánsás a dinnye. Nem tudok elképzelni. Megkóstolom majd. Vajon hogy ették azt, hogy ki jött arra rá először, nem? Aki éhes szerintem ez volt, lehet, nagyon. Igen. Na jó, de akkor eszem dinnyét, és eszem egy szelet kenyeret. Vagy olyan, ez a dinnye, kenyere, életemben. Ez a kettő volt otthon. Életemben nem hallottam. Na jó van. Akkor mennyi van most? Egy-egy. Jól van. Ezt most nem tudom, miért tapsoltam meg. Hát egy kicsit tapsoltam az egy-egyet. Persze. Igen. Orsinak elkérném a számát. 23 vagyok, jó fej, humoros, írt a Dávid. Orsira azonnal lecsaptak. Na jó, van, meghallgatjuk újra Ákost, jó? Aztán jövünk vissza, 4 perc, pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, vagy bármi, amit szeretnétek velünk megosztani. Az első gondolatokat a mai napból. Így van, hogy indult a reggel? Kivel álmodtatok? Mit álmodtatok? Mit láttatok tegnap? Mi történt? Minden jöhet. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel. Itt vagyunk. Süt a nap és jó idő lesz egészen péntekig, de utána sem akarok ijeszgetni senkit. Da. Nincs baj, nem is lesz baj, csak egy-két vihart mondanak, de nem kóros és nem érdekes, nem káros. Nem káros abszolút, tehát csak nem lesz semmi baj. Én még mindig szeretem ezt a nótát. De? Nem tudom megújni. Jó, jobb kedvem lesz tőlem. De már elkészült az új is, bizony. Igen. Be fogjuk mutatni. Igen, elkészült a Huna nyár. Huna nyár című dal, tegnap este meghallgattam. Peti átküldte. Na,
amikre, igaz? Szokni kell, még hiányzunk belőle, de a Hunadal is úgy indult, hogy elsőre ilyen, jaj, de fura. És aztán így egyszer csak elkezdett működni, na ez a Huna nyár is ilyen, hogy így, uha. Pajzán? Nagyon durva. Nem, van benne egy-kettő már, amitől már szólni kellett a Petinek, hogy Peti, hello. Ez egy picit sok értjük, persze falunapon ez nagyon működik, igen, együtt nevettek a tömeggel, de hogy most ez mégiscsak egy rádió, tudod. De tök jó, hogy nem mondod ki. Tehát, hogy igazából... Tudod, hogy mi az, de nem mondod ki, tehát nem lehet belekötni, ugye? Mint az indokolatlan cenzúra a Szomszédoknál meg a Dallasnál. Tehát nem mond ki semmit, csak hát mindenki oda képzeli. Tehát a piszkos a fantáziád, arról mi nem tehetünk. Hát jó, hogy érted. Az a saját fejedben kattog az a hiányzó szó. Arról nem mi tehetünk. Nem kattog, az ott van mindig. Az ott van. És nagyon konkrét, nagyon egyértelműen van a Huna nyárban is. Úgyhogy föl kell énekelnünk valamikor. Jaja. És nem szabad lemondanunk a jogokról. Péter megadott opciós jogokat arra, hogy mikor, mintha Quinn-nel akarnál interjút csinálni, Brian May-jel, vagy nem tudom. Hát kedd délután 1-től 2-ig, csütörtökön 4:30-tól pirkadat előtt 5:30-ig, és utána 3 hét múlva szerdán, alkonyat után 10 percre. Tehát körülbelül ezt írta. Igen. Úgyhogy bekapaszkodunk. 4-8-tól már jön Rihanna. Igen. Chris Brown játsza fel az új stúdió lemezét. Igen, Angyalföldön Peti stúdiójával. Tehát elég sűrű neki, de nem baj, ügyes gyerek. Most szögezzük le, hogy ennek a jogairól viszont nem szabad, ki tudja, hogy mi lesz. Jó, hát ha ez most befut. Mi van a díjunkkal? Most lesz valamikor, még nem volt. Lehet, hogy már megkapta, és nem szólt, tudod. Hazavitte, megköszönte, pulizott egyet. Az összes lepattan, rárepült. Igen, hát most ez valamikor, nem? A fonogram díját adogála. Júni van. Nehogy már ne tud, te aki egy fonogramista vagy. Kis gróforra? Melyik kezed volt? A zsűri tag, basszus. Bizony. Tudod, kitől kapod a kenyérre valót, ugye? 8-a. Hát az 8-a. Nem, 7. Holnap van. Ez holnap van. Holnap. Na, holnap van a nagy nap. Hánytól mész? Mi meg se szavaztál, és meg se hívnak a díját adóra? Biztos szóltak. 19:30. És nem jött ilyen telefon, hogy mondjad már Balázsiknak, jöjjenek el, mert na érted, Zsül, nem mondhatok semmit. Frakka tisztító van? A Zsül frakja? De ott is marad. Frakk is benn van a tisztítóban, és Károly bácsi is benn van a tisztítóban. Én is majd megy később. Mindenki a tisztítóban van, és a két macska is. Mi van? Lukrécia? És Szerénke. Lukrécia és Szerénke, és a tisztítóban van Frakkal együtt, így van. Na, el kell mondanunk, és el is fogjuk mondani, hogy még a héten gyakorlatilag minden nap, pénteken véradás, itt az Ülői 102-ben, itt egy hagyományos dologról van szó, nagyon-nagyon várjuk azokat kedves embereket, akik szeretnék segíteni, ahogy szokták mondani, sajnos ebben az üzemben nincsen leállás, meg nincsen olyan, hogy uborka szezon, balesetek sajnos mindig vannak, vére mindig van szükség, főleg nyáron, ebben a nyári időszakban aztán általában hiányzik szokott lenni, úgyhogy Ülői 102 szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné az életét. Nem, de a vérét adni a hazáért. Igen, szépen kérünk benneteket, gyertek már el, mert most már értek, tényleg a gyertek el, legyetek jó arcok, mint mindig, segítsétek már a Vörös Kereszten. Ide jöttök, tényleg viszonylag gyorsan lemegy, hát kell rá szentelni egy kis időt, de olyan elégedettek a Vörös Kereszt dolgozói, mindig veletek egyébként, tök szívesen jönnek hozzánk. Hát meg a kávé, amit Jani kihord. A kávé, Jani visz neki kávét, kényeztetjük őket, igen, de hogy tényleg gyertek már el, ugorjatok már, adjatok már egy kis időt. Csináljátok, de miért nem? Ne legyetek már dugó. Na, te ott. Igen. Aki gondolkozol, igen, nem néz egészségkörben. Róla van szó. Hogy jössz vagy nem, ezen gondolkodsz? Igen. Igen. A múltkor is kimagyaráztad, most tényleg gyere. Igen. Hiába mutogatsz a melletted álló, nem róla beszélünk, rólad beszélünk. Igen. Te sapkás ott a betró végében. Az. Te a két lábú, akinek a földig ér mind a kettő. Tényleg, hát a pontos részleteket majd később még elmondjuk, nem tudjuk biztosan, hogy fél héte vagy hét, de kb. Erre lehet készülni. Lesz egy csomó dedikált ajándékkártya, vagy autogramkártya, mindenféle ilyen kis apróságokkal is készülünk. Próbálok meg most intézni egy olyat, hogy minden 10. ember kapjon egy dedikált bögrét. Majd meglátjuk, hogy mit szól hozzá a promóció. Hát már tudom, most hogy ezt. Most nem vagy jó. Sikítani fognak. Ott most nem fekszel jól. Menjen a zsűli inkább. Nem.
Mit? Menjen a Zsüll az ötlettel. Nem is ismeri. Mondjuk ez is igaz. Sose volt a promóciót csinálni a folyosón, azt hiszik, hogy ilyen Lánchídba jut interjút. Mondd azt, hogy a Balázs ötlete csak nem ért rá. Jó, tehát, hogy téged küldött, mert őnek el kell sietnie. Azért, mert most te odamész bármilyen ötlettel, most, hogy kiúsztad a gyufát, végünk van. Igen. Tehát nem, hogy ezt a 10 bögrét, vagy 10 emberenként egy bögrét nem adják meg, de mindent elvesznek erre az évre. Tépirgettem itt 6-7 éven keresztül a renomémat, aztán egy szóval leromboltam az egészet. Jani szóvá tette, hogy adás, hogy a siser ad meg, eszi a tortát. Másik oldalon volt ellenállás. Igen. Meghallották. Azóta csak hátakat látok. Én pont kihallgattam egy beszélgetést, ott mentem el a szélsz előtt. Akkor valaki van, akinek odaszólt aznap. Én hallottam, hogy Jani félmondatát adásban, és pont elmentem előttük, és mondták, hogy aztán tudjátok, nem megyünk ki tortát. Mondom, meghallották, de én nem vagyok benne, mondom. Tudtam. És akkor onnan már utána jöttek vissza. Még hogy hátakat látsz, én köpni is láttam egyet után. Igen. Ja, azért ilyen foltos az ingem. Tényleg menj be, hogy én küldtelek. Igen, hogy ne haragudjatok, a Balázsnak el kellett mennie, mert mit én forgatást egyeztetsz, vagy akármi van, hát tudod, annyi melója. Sziasztok! Balázs között. Hello! Na, csak azt szeretném mondani, figyeltek? Senki? Tudod, mindig elkezd kamut telefonálni. Halló, itt vagyok. Vagy menj be állarcba. Senki nem fog felismerni. Érdekes, igen, tényleg, hogy az ember így értett, tehát, hogy van egy csomó közös pozitív élmény, aztán jön egy ilyen negatív, és abból a pillanatban mindent el tudsz kaszálni. Bizony. Hát, most újra kezdheted erre a kicsi időre. Már kérdés érdemes, de egyébként így van. Most előről kezdheted. Mindegy, én nem ismerőséget akarok, nem barátokat. Hát azt az nem munkahelyen kell keresni, tudod? Azt soha nem munkahelyen kell keresni. Segítsetek nekem, megnéztem a magyar válogatott buszát. És mi ez a Ráj-Ráj Hungaráj? Ráj-Ráj Hungaráj. Mi ez a Ráj-Ráj Hungari? Ráj-Ráj Hungaráj. Ott van Ria-Ria Hungária. Igen, és alatta? És alatta az van, hogy Ráj-Ráj. Ráj-Ráj Hungaráj. Hát ugye a Hungária az a világ egyetlen nyelvén se értelmezhető, vagy hát így nagyon óvatosan, hogy Hungária, így ugye nem nagyon mi használjuk egyedül. És akkor ebből van ez a rigmus, amit így már nyomtál. Ráj-ráj, Hungaráj. Ez van same in English, érted? Na hát ezt nem értem én sem, hogy same in English. Ráj. Mondom neked, hogy van írva, mert most újra megnyitottam, megnéztem. Ráj-ráj, Hungari. Tehát ugye R-Y, Riri. Ráj-ráj-ri. Hát ezt hogy mondják angolul? Eri. Hát most ráj-ráj. R-Y-R-Y. Ráj-ráj Hungary. Hát az nem jó. Ráj-ráj. Hát Ria-Ria Hungária, ez van fölül. Azt értjük, az nekünk szól. És akkor R-Y kötője R-Y Hungary. R-Y kötője R-Y Hungary. Az hogy van? Riri Hungary. Az angol verzió. Riri Hungary. Riri Hungary. Riri Hungary. Ráj. Hát ez nem Ráj. Hát az Ráj. Hát az nem Ráj. Az senki nem fogja Rinek mondani. Land is land. Ez egyébként egy csomó nyelven, amelyik ez így szerintem működik. Gyönyörű a busz egyébként. Nagyon szép. Busszal mennek innen vagy... Ájc, Svájc. Nem, Svájc, Polizáj. Ájc, Svájc. Hát most egyébként... Abszolút. Az van, hogy vihetik a családot. Ezt most ma olvastam, hogy ez a szövetségi kapitány ajándéka jó teljesítményért, hogy anyuékat ki lehet vinni. Tehát lehet, hogy az, hogy a srácok repcsivel mennek, és ez a lányoké. Ez a lány. Na de elmondjátok, hogy Ráj-Ráj Hungari. Tehát ezt én nem tudom megfejteni. De nem jó sehogy. Tehát nem, ez nem jön ki. Tehát nem fogja az angolul tudó ember, aki nem magyar, ugye? Ő nem fogja ezt Rinek mondani. Még angolul? Ki a fene akar nekünk drukkolni magunkról? Mindenki a saját csapatának drukkol. Hát most... Hát az szimpatikusak vagyunk. Igen. De hát a lengyel drukkol. A lengyelnek, portugának, a spanyol a spanyolnak. Tehát mi azt üvöltjük majd, hogy Ria-Ria Hungária. De mi ez a Ráj-Ráj Hungari? De most a lengyelek a barátaink, egy francia-magyar... Ők szerintem tudják. Egy francia-magyar döntőre. Nem tudom ki. Mindegy, az odaérkezők, érted, mégis azt mondják, hogy hát ennek a szegény kis Magyarországnak szurkolunk, akkor ő nem fogja tudni azt mondani, hogy ez a Ráj-Ráj, ez vércik. Lehet, hogy ez vércik. A mi döntetlenünk vagy győzelmünk adott esetben másik csapatnak majd segíthet, nem? Ezért nekünk fog szurkolni. És akkor azt mondja, hogy Ráj-Ráj Hungari. Ráj-Ráj Hungari. Vagy Hungaráj. Igen. De olyan jó, hogy kint vagyunk, olyan jó, hogy szép a buszunk, olyan jó, hogy ott vagyunk, az egészet tényleg ünnepek, és mindig becsúszik valami kicsi homokszem, nem a képezetben. Ráj-Ráj Hungari. Ezért elolvastam, mondom, ezt én nem értem. Hát én ezt nem értem. Ezt nem tudom megmagyarázni. Senkinek.
És van a busz oldalán, hogy ráj, ráj, hungari. Meg sokkal jobb lenne, hogy tényleg megtalálnám. Rock, rock, magyarok. Ennél még az is fura, rövlet. Fura, de legalább buzdít. Ria, ria, Hungária, azt se fogják tudni mondani. Nem, hanem egy csomó. Nem áll a szádra. Szerintem van egy csomó náció, aki egyszerűen képtelen ugye arra, hogy bármit normálisan magyarul kimondjon. Ráj, ráj. Nem tudom. Hungaráj. Hungaráj. Ez nekem se jön ki. Na mindegy, jó van. De a busz szép egyébként, színes. Gyönyörű a busz, szép, nagyon, menő, jól, néz ki. Nagyon jól néz ki. És ez csak erre az alkalomra vették, kék. Vagy volt neki? Meg a régi busz sokkal jobban tetszett. Tehát, hogy volt olyan, amikor az MLS jubiláltak, olyan gyönyörű szépen ki volt fel. Ez olyan csecse volt. Nekem most ez a kék, ez nekem egy ilyen tipikusan ilyen, tudom én, bármilyen. Ja, szerintem de jó, hogy más. Mint egy, szóval egy másik busz nézel, hát picit, igen, egy picit ilyen BKV-s feelingű van, igaza van a Vikinek ebben, meg úgy tele van ilyen M5-ösökkel a dobóba. Ráj, ráj, Hungaráj. Ráj, ráj, Hungaráj. Stein, Stein, Liechtenstein. Kókó, Monaco. Úristen! Monaco. Na mindegy. Más országokban van egyébként ilyen? Micsoda? Rigmus? Tehát ilyen típusú rigmus. Biztos. Nálunk a Ria-Ria Hungária. Van ilyen náluk? Létezik? Hogy Ria-Ria Portugália? Igen, hát igen. Ezt nem tudom. Nem, nincs. Gorszor nincs. Go, go, Tobago. Az mi kis jön? Az nem gyere. Úgy ott a benne van. Sa, USA. USA? USA. Ők vannak egyébként igazán bajban, hogyha belegondolsz. Kik? Trinidad és Tobago. Mert érted? Dad go. Dad go, dad go, Trinidad, Tobago. Nem? Hát ott azért már... Mire végig mondják, lement. Ki kell vagyunk egy csoportban? Most kérdezek olyat, amiről fingotok nem lesz. Most magammal rángatlak benneteket ebben a megszólalás. Én már zuhanok a szakadékba, és figyelj, hogy kell. Kikkel is vagyunk egy csoportban? Picit az vagy, igen. Kapaszkodom a fűszába, én már lógok, ti még álltok, popcornoztok a szakadék vélén, akkor megfogom a lábatokat, és abban a pillanatban zuhanni kezdtek ti is. Segítsetek már, tökre vagyunk egy csoportban. Igen, tökre azt érzem, hogy ott állunk Rióban, ahogy hívják, a Krisztus szobor alatt van egy korlát, amire ki van írva hatalmas betűk, hogy ne lépj rajtát, mert életveszélyes. Balázs oda megy, átlép rajta, hátraszól, sőt nem csak hátraszól, hanem megfogja mind a kettőnk egy-egy kezét, és ránt a magával. Hogy ennek nem, légy színe, kérdezi ilyeneket. Nem, köszönjük szépen, nem, elég. Vagy jó, ugolj, maradjunk a Ráj-Ráj, vagy a Ri-Ri Hungari. Igen. Ri-Ri Hungari, az se rossz. Ri-Ri Hungari. Ri-Ri Hungari. Valószínűleg valami ilyet akarnak. Igen. Ra-Ra Andorra. Tényleg nem tudjátok, ki vagyunk egy csapatban? Nem, fogalmam, de te sem. De hogy tudjuk, csak nem áruljuk el. Engem, elmondom neked most, emlékszem. Elmondom, hogy mire emlékszem. Na mire? Semmire. Uh-huh. De erre atom biztosan mi. De basszus, és Izlandot bemondtam, be kellett volna mondanom, Izlandra emlékeztem, nem akartam bődületes nagy hülyeséget mondani. Portugália, Izland, Ausztria, Magyarország. Nem mehetél volna. Hogy ki? Portugália, Izland, Ausztria, Magyarország. Hányba kell lenni a négyből, hogy tovább menjünk? Most köszi, ha már zuhanunk, de te még a fejemre állsz. Hát figyelj, tehát már csapódunk befelé mindjárt, igen, tehát magad fölé, magad alá toltál, hogy engem érjen először a szikla. Hát mit tudom én? Gondolom első kettő. Figyelj, a három hülye megbeszéli a foci ebéd, tessék. Elkapta egyvel egy ilyen Csenerész Cserjének az egyetlen ágát, majd még egy pici kis remény volt, hogy nem zuhan a szakadék, de te belekapaszkodtál a lábába, és rádobta rajta egy. De nézzük meg, mi történik, amikor három laikus beszélget a futballról. A kérdés tehát az volt, hogy hánynak kell tovább jutni. Általában úgy szokták csinálni, egy vagy kettő. Aha, az egy biztosan, vagy a második, még a másodikkal lehet, hogy körbe játszik. Vagy a kettő biztosan, és a harmadik. Na, akkor figyelj, akkor kérdezzük meg a nagyon rossz dolgokat. Mi a les? Kiprik játszik. Persze. Igen, tényleg. És Garaba. Kiprik Garaba. Ki áll a kapuba, diszlul. A kapus az a 11 része, vagy az plusz? Az a 11 része. Na jó, azért azt tudjuk. Igen. Mit játszik Döme? Igen. Érted, Détári Döme. Ott játszik nálunk általában a Benyakúton. Igen. Na, szépen minden nap lehet vele. Na csak mondom, figyelj ide. Tehát úgy vagy Ausztria-Magyarország, aztán Izland-Magyarország, és aztán Magyarország-Portugália. Milyen érdekes, hogy minden meccset a magyarok játszanak. Ja, hogy ezek a csoportmeccsek. Mi
Miért mindig hogy játszunk? Na figyelj ide. Figyelj ide, tudom a tutit. Mindenki a magyar csapattal melegít. Mindenki velünk akar játszani. Ki akarnak bennünket nyírni? Ausztria-Magyarország, Izland-Magyarország, Portugália-Magyarország. Rohadt népszerűek vagyunk, gyerekek. De jó. A kutyafáját mindenki velünk akar játszani. Minden nap játszunk. És milyen egység volt az EB? Nagyon régen játszhattak velünk EB-n, úgyhogy most örülnek. 40 éve nem játszottunk, minden nap mi játszunk. Hát nem rendesek ezek a franciák, hogy így osztották be. Ausztria-Magyarország, Izland-Magyarország, Portugália-Magyarország. Egy szava se lehet a dzsudzsiéknak. Mindenki minket akar. Hát, van itt baj? Nincs itt baj. Na, megvannak a dátumok. Azt mondja, hogy 14-én, 18-án és 22-én játszunk. Hoppá. Azt hiszem, hogy 4 nap van a meccsek között. Melyik hónap? Tehát Izlandnál már lehet az, hogy a fiúk elfáradtak? Nem lesz az. Ne viccelj. Portugáliával is játszunk. Cristiano Ronaldo is ott lesz. Hát amennyiben ő portugál, akkor igen. Igen. Kik a hátvédeink? Ott lesz. Láthatunk egy ilyen magyar hátvéd kontra Cristiano Ronaldo szerelés, cselezés, műelesés, nagy hisztizselézet, ha ez lesz majd Ronaldo részéről. Igen. Nagyon durva Ronaldo, most olvastam róla. Mindenki már készül, nekik még van egy felkészítő meccsük a portugáloknak, mielőtt aztán elutaznak az EB-re. Ronaldo brutál jakton Ibizán egy csapatja mi? Elképesztő ferekű táncos csajjal éppen, az az új barátnője. Mondanom se kell, hogy a lány nem veti meg a vetközést, azért természetesen lazít. Ő kapott még egy kis eltámot. Uh-huh. Jó, mondjuk hát BL-t nyert, tehát megértem, hogy nem kell egyből felkészítő meccse, hogy edzőtáborba menni. Meg de, hát, ha benne van a lábába, úgy vannak vele. De nyilván hol bulizna tudod? Hát azért persze, tehát hogy Ibizán egy brutál jakton. Nem éppen. Profi. Tessék? Nem profi. Azért nem csinálja rosszul. Mi? Nem, vagy mindegy. Majd amikor találkozik velünk. Kivel? A Telekmancival. Persze, Lisztes Krisztián. Majd amikor Lisztes első van mellette. Mi az, 96? Telekmanci. Ja, én még azt a Fradit szerettem, a Telekmanci. A Telek zseniális volt. Hát az még az egyik legnagyobb. Legnagyobb Fradi volt. Simon, Telek, Lívcsei, Vince Otto. Hát micsoda, micsoda Ferencváros volt. Hát, ugye erről sokat beszéltünk a Grasshopper szellem. Na, és... ki az, aki ebből a csapatból verhető, tessék? Zuhanjunk tovább a szakadékba. Én azt mondom, a parkolóba vagy a pályán? Egyrészt a parkolóba ki tudnak a szurkolók megverni. Figyelj, nekem nem tűnik erősnek ez az Ausztria. Hm. Nem? Ausztria? Hogy lenne egy olyan válogatott erős, akiknek még saját nyelvük sincs? Szerintem... Most komolyan mondom. Igen, hát, hiszen nem tudnak egymásra beszélni. Hát még saját nyelvük sincs, nem? Mi van? Nincsen. Hát nincs saját nyelvük. Egy másik országét használják. Egy másik országét használják. Kikérem magamnak erre. Izland? Verhető? Persze. Hát tehát figyelj, akkor... ott meg mi van? Ott nincs rendes pályájuk. Hát ott egy négyzetcentiméter nincs, ami egyenes. Ott állnak, lejtőn játszanak, gejzirek, föllövi a labdát. Meg jó. Akkor egyértelmű, hogy csoport második. Csoport második vagyunk. Akkor tovább megyünk? Tovább megyünk. De jó lenne basszus, mekkora dolog lenne tovább jutni. Atya úristen. Azért örüljünk ennek, hogy kint vagyunk, tudod? Ne lovad bele magad, hogy megyünk tovább. De kicsit azért nem egy erős csoport, nem? Én még nem láttam osztrák focit soha. De gondolom, hogy ilyen 11 kecskepásztorot rohangál, nem? Bőrgatjába bajor gyerekek, egy közös, egy soros korsóval. Nagyon sztereotípok, nagyon bántóak. Érted, mindenki. Adjunk erőt a magyar válogatottnak. Nem kell megijedni. És a Szlovákia meccsei meg azért nagyon unalmasok, mert ott mindenki tót egy, tót kettő. De most hallottál már a világverő osztrák válogatottról? Hát több előéletünk van a futballban. Ausztriát meg kell verni. Ez igaz. Hallottál már arról, hogy a világverő osztrák válogatott? Hát se. Hol áll az osztrák foci? Nem? Hát gondolod, hogy a hegyoldalba játszanak, hát mennyire... Az is bőrgatja. Jó, de azért legyünk ilyen nagyon-nagyon futballdemagógok, jó? Hogy hogyan legyünk ilyen nagyon... Hegyoldalba rohangál. És rosszul választunk pályát, már gáz, mert már előnyben mindig felingulunk. Persze. Jó, az alpesi legények legalább kondival bírják. Ha Istenem, de szép lenne. Én egy picit azért reménykedem. Böde Dani megy? Zuhanyunk tovább? Kérdés. Szerintem, hát csak megy. Megy? Hát a félig ember, félig gép. Ákos, Böde Dani megy? Vegyétek már a Balázsról azt a Balaton szeretet, mert nagyon feltöltött. Ne, a gyerekek, megjött, beállt a cukrom, jól vagyok. Beálltam, megérkeztem. Az összes, hogy egyébként a csütörtökönként a romá alázott, gyalázott, sárba tipolt édességet ide hordták. Kicsit rosszul voltam. Tudjátok, hogy a hírek szerelmese vagyok, de a sporthíreket én is lapról is indítom. Hallom, a sporthíreidet erős kihívásokkal küzdesz te is, igen. Egyébként úgy tudom, hogy megy. Hova?
Kicsoda. A négy okos, tudod, megbeszélni a focibő. Kicsoda. Mikor? Szóval a Böde ott van. Jó, igen. A Böde ott van, én nyugodt vagyok. Aha, engem a Böde megnyugtat. Honosítottuk Nicsenkot? Koplárovics, Koplárovics, Kuntics, Koplárovics. Jól feldiszkozzátok itt a sporthíreket nekem. Nem, figyelj, én látban égek, komolyan mondom, én le fogok ülni a magyar válogatott meccsét megnézni, szerintem kötelező. Miért? Kit? Mert ez most ez egy országos, nekem. Végre egy olyan ez élmény. Ez most közügy, szerintem. Mi azért sokat szívtuk a magyar válogatott vérének tagjait, annak ellen, hogy baromira kedveljük őket, meg tök jó srácok a Gyugyi volt benne nálunk. Magyar válogatott vérének tagjai. Jó, már. Te ez már költészen. Ugye, csináld utána. Magyar válogatott vérének tagjai. Szóval a Gyugyi volt nálunk, mezt hozott, tényleg jobban vagyunk. De ez szerintem most kötelezővé kell tenni. Ezt meg kell nézni mindenkinek. Hát lehet, hogy következő 40 évben nem lesz ilyen újra, nem? Hát én biztos vagyok benne, hogy nem csak hát kellene hozzá az olyan játékosok, mint Szabados, Kisznyér, Tókikuska. Szerintem ez abszolút továbbjutható. Abszolút továbbjutható. Hát mert igen, hát hogy meg lehet oldani. Igen. Érted, Balázs, már új magyarul. Balázs, te nagyon buta vagy, Ausztria sokkal jobb, mint a magyar csapat. De nem, ez nem tetszik, hogy ez a hozzáállás. Nem tetszik ez a hozzáállás. Simán verhető lesz, igen. Mondj egy osztrák labdarúgót. Nyilasi. Ausztria win. Én Izlandot se érzem erősnek. Állítva a 9. a FIFA világranglistán Ausztria. Na, legyen már. Szerintem megvették. Ezt bárki mondhassa. Ugye? Ez a műsor része. Igen. Gyerekek, Izland, Izland kiütötte Hollandiát. Már elkezdődött az epi. Izland kiütötte Hollandiát. Tényleg? Hát biztos nem játszott a hújt. Jégkoromban. Ja, igen. Pedig azt hittem, Feri, neked nagyon szimpatikus lesz a neve alapján. Izland. Izland. A 40... Ízföld. Azt írja, aki 44 évvel ezelőtti busszal kéne menni, úgysem használták, tiszta új. Na, jó van. Oké, beszélünk majd az első meccsről. Megpróbálunk valakit a válogatottból találni, aki már kintről megszólal nekünk. Hogy aki hajlandó nyilatkozni ezeket. Nem, azért ezt a sokszor elmosolom, hogy mi most pont próbáljuk tüzelni egyébként az országot. Mi hülyék vagyunk a focihoz, de ezt mi abszolút beismerjük, és ezt szerintem vállaljuk. Mondjuk a megszólásunk után le se tudnánk nagyon tagadni egyébként. Így van, hívjuk fel a Lipcseit. Ő biztos, hogy nagyon el tudná mondani. Ja, Istenem. Pisont, Pista. Ja, Pisont. Ah, nem emlékszem, hogy igen, ez a másik. Azt nem mondjuk be, azt a ritmust, mert... Nem nézzük együtt a meccset? Úgy te meccsen adott. Nem! Miért nem? Hogy? Fölveszünk egy magyar válogatott mezt, fölveszünk egy kis klotgatyát, vagy ezt a kis gatyát, és toplisztipőt, egy sálat akasztunk a nyakunkba, és nézzük együtt a meccset. Miért nem most csinálunk egy ilyen nagy közös meccsnézést? Klotgatyát. Vagy mit tudod? Klotgatyás toplisztipőt. Jéger Arsban. Mikor volt utoljára az aranycsapatot látta? Jó, hát én 1964-ben néztem utoljára. Belebújunk egy ilyen kis klotgatyába. Legyen már egy ilyen nagy kollektív meccsnézés. Ez első meccset nézzük meg együtt valahol. Van nálatok tévé ott, Velencém? Nincs. Be van kötve az áram. Nincs, de majd keresünk egyet. Lehet. Hozzám is átjöhettek. Aha. Tényleg? Csak nálam csak két gyerek van. Tényleg túlpörgeted a cukor. Csak a kertből nem jöttek be. Ahogy kívülre szervezetedből az a rengeteg cukor, amit most betoltál az elmúlt 15 percben. Szerzünk egy kivetítőt, egy hatalmas nagy kivetítőt, és valahol megnézzük. Enni, inni, viszek. Na, az jó. Látod? Jó. Enni, jó. Ráj, hangeráj, póló. Én meg viszek vuvuzellákat. Nem, most komolyan, egy ilyen nagy közös drukkolás. De akkor magyar, az első magyar, vagy mikor az első? Mikor van az első? Hányadikán van az első? Mondd még egyszer. Te mondtad be. Mikor csak, mert én utána elutazom. Mikor van az első meccs? Hajrá, srácok! 14-én van az első meccs. Na? Ott leszünk. Hol? Hát ott. Nálatok. Jó, egy nagy közös meccs nézés. Kerti, projektoros vagy bent leszünk a nappaliban? Nem enged be. Hát viccelsz. Ma addig már megcsináltatom a szememet, nem látok át a szoba másik végén. Osztok okulárét mindenkinek, hogy lássátok. Jövő hét kedd. Na, jövő hét kedd. Jövő hét kedden már játszunk. Hát ha június 14, akkor az jövő hét kedden van az első meccs. Igen. Ide egy hallgató, üzenjük Cristiano Ronaldónak a tajkártyáját, ne hagyja otthon, mert jön Böde. Így van, de reméljük egyébként fizet TB-t. 3D-ben lehet már meccset nézni?
Szerintem hát a helyszínről. Igen. A helyszínről. Köszönjük, nem Ákos. Zsül, kapcsolnál ki a légkondit, mert valami előre. Igen, mert kiért a légiós betegség. Vettem egy 3D-s tévét, én soha a büdös életben nem használtam még, de az egyik tévé 3D-s. És akkor ott adok, kiosztok ilyen szemüveget, megérkeztek, beülünk itt szépen, osztogatok pattogatott kukoricát, fölveszük a 3D-s szemüveget, és nézzük 3D-be. 3D-be adja? Zemegy, vagy hogy adja? Nem, hát szerintem nem. Biztos, hogy nem. Elmegyünk a Lacihoz. 3D-s, 4K-s, mi meg UHD-s. Én nem akarok a Lacihoz menni. Neki van a leges, legjobb tévéje között. Mi nem költünk sokat tévére, tessék? Kicsi a lakás. Akkor megmondom, mit csinál. Elhozzuk az ő tévéjét. Nem, menjünk le hozzád, és nézzük meg ott nálad. Szerez egy kivetítőt, egy projektort, süssél, főzz egy vágj le egy marhát, ölj meg két disznót, vadász le három kacsát, mudat, kakast is. Kakast is kérek, kakast is, ki is úpanyag, és menjünk le hozzád. Mekkora projektort szeretnél, még ha azt megmondanád? Hozom a projektort. Azt hozzam. Igen. A Zsüle eljön, mert ő tudja rákötni, és legyen egy ilyen. Én hozom a projektort és a kivetítőt, azt én vállalom. Nálunk nincs ilyen, csak M4-en adják, vagy hol adják? Valami... Nincs M4-ed. Nekünk semmink nincs. M1, M2, Duna, RTL, TV2, kész. Nagyon analógba nyomjátok. Azt be se kapcsoljuk mondjuk, tehát minek is, de... Majd Balázsék lehozzák a tévét. Nem, lehozzák a kábelt. Meg, múltkor előültek, nézték, mert azt hitték, hogy Duna TV, de nem az az akvárium volt. Fel egy órát ültsük a kettő. Tényleg. Már, mikor nézzel, hogy rohadt jó az 3D-be. Hát így összpisál, nézd már meg, de rohadt jó. Nézd, vitorlással. Nézd, ne orraj. Jó. Hallod? Elmondom, mit csinálunk. Az akvárium. Mindenki belerak egy kicsit az első meccsbe. Visszük Laci tévéjét, megesszük Feri kajáját, megyünk az én autómmal, ahogy a válogatott küzd majd, hogy mindenki egy kicsit belerak, mi úgy megyünk válogatott meccset nézni. Mindenki hozza, amit tud. Én az autót, te a kaját, jó, Laci a tévét, te meg jössz. Én viszek 3 kilósz, hogyha látom. Sok lesz. Az nagyon jó költet, mert az drágám. Jó, akkor neked is kitalálunk valamit. Na, az első válogatott meccset, egyébként 40, nem tudom hány éve nem volt jó. Ilyen. Hát azért ez egy népünnepény. Na, jó, legyen. Ki ellen játszunk? Ki az első meccs? De hozod a dudákat. Jó. Hozol vuvuzellát, hozol dudát, hozol trombitát, minden. Tudod, kettőt tudok vinni, Móniért. Ami tudod, így kifújok. Mi az, ami ilyen kis síp, és kifújom, és akkor ilyen papír lesz. Az orrom. Én ördögnyelvet akarok, csákot és vuvuzellát. Jó. Csákot hajtogatunk mindenképpen. Hajtogat csákot, fölveszünk egy magyar meszt, magyar zászlót, sálat. Szokott csákókat vinni? Hogy? Persze. Színeseket is ilyen hosszú izé van a végén. Igen, azt sose láttál csákot. Hagyományőrző 20-ára szedett csákkóba mászkálni. Kürt van, kolomb van, meg kereplő. Jó. És ha nyerünk, akkor megcsináljuk azt, és erről csinálunk valakit, hogy körbeállunk, és valakit földobálunk. Jó? Jó. Tehát lesz egy mondjuk engem. Mondjuk, hát hiszen te találtad ki, hogy legyen tehát ha az első meccset megnyerjük, akkor mindenkit ott Velencén, vagy ahova megyünk, összeverbúválunk, és földobáltok. Jó? Tök jó. Oké. Hát most mégsem dobáltjuk a Ferit, de meg nem jössz vissza. Szerintem nem hangzik. Egy sirály, érted? Jó, és mit csinálunk, hogyha veszítünk? Ha veszítünk? Hát akkor szomorúak leszünk. Akkor mindenkinek a csaja megy a közösbe. Oké, rendben van. Akkor swingerezünk egy nagyot. Jó, oké. Ákos, eljössz szakértőnek? El, de ne jövő júliusban menjetek. Igen, a jó időpont, azt még elronthatjuk. A szakértő az túlzás volt ebben az esetben. Jó, oké. Annát is visszük. Jó. Na, megszervezte a programot. Szerintem, hogy nagyjából ez már tényleg kell a Laci tévéje akkor. Jó. Ez mindenképpen. Feri, kezd el levágni az állatokat. Már készen ott állnak. 7:30 múlt, pontosan 8 perce. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, sporthíreket is. Miről azt beszéltünk most fél olyan arról, hogy megyünk közösen meccset nézni. Ezt nem lehet betudni sporthíreknek, amit de, most csináltunk. Egyébként zenéletünk is. Egyébként tényleg, meg is vagy. Egy nagy, az első válogat ünnepélyesen megnyitjuk az EB-t egy nagy közös meccsnézéssel. Erről beszéltünk. Jó. 7:30 múlt, pontosan 8 perccel jövünk Ákos hírei után. 3:48 múlt, pontosan 4 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Jani elment, megtette a tipjeidet. Tehát az egy fogadóirodában. Igen, osztrák, magyar. Gyerekek, ennyi, nem érdekes. Most itt írjátok, hogy mi mennyire nem tudjuk meg, hogy alábecsüljük az osztrákokat. Miért nem tudom? Nem, ennek kis hitűek vagytok. Próbálok, kérdezz bármi. Kit érdekel, hogy hányadikak az osztrákok, meg hogy a 9-ek, meg hogy kik játszanak, meg melyik csapatban, meg milyen erősek. Nem szabad így hozzá. A hit a fontos, és az, hogy akkor kedden közösen meccset nézünk. Ennyi.
Mondjatok már nekem egy izlandi éljátékos. Vagy egy nagy nevet az osztrák válogatottból, Grosson kívül. Álltok egy-ketten, a Bayern Münchenbe játszanak, írtak, én nem tudom, nem akarlak bajba keverni, tesó, de nem mondj éreket. Már így is nagyon mélyen vagyunk. De most tényleg nem ezzel kell foglalkozni. Így van, higgyünk magunkban, 40 év után ott vagyunk, jó lesz. Abszolút. Ráj, ráj, hungaráj. Hívjuk el Pákot? Ne. Ne. Drukkolni. Léci, ne. Miért? Mert ő ultragáz. Csak ultrákat nem szeretnék. Ultrákat nem akarok látni, az nekem már túl durva, amit az ultrák. Amit az ultrák. Ultrák csinálnak. Jól gondoltam, olyan kiszerethető aranyosan. Ne, tök jó lenne. Meg ria négéria. Csak károlyok nem lesznek. Ó, drukkolni ő is. Na jó van. Oké. Visszatérünk még erre, akkor beszélünk még a meccsről. Most viszont játszunk, itt van már is egy hallgató a kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellán, mime? Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt, Ildikó vagyok. Szia! Csoda vitalitás. Hello, Ildi, honnan hívtál minket? Most éppen Pestről, Diósról tartottam éppen be munkahelyemen. És mit dolgozol? Irodavezető vagyok egy japán anyavállalatú cégnél. És esetleg beszélsz japánul? Nem. Odáig még nem fajultak a dolgok. Előbb-utóbb megkövetelik, nyugi. Hát bízom benne, hogy nem. Na és milyenek? Nagyon helyesek, aranyosak, közben kicsit kockák, igaz ez rájuk? Aranyosak egyébként nagyon. Nem mindig tudom eldönteni, hogy milyen nemű emberrel beszélek, meg kiknek írok, mert ugye a nevükről nem igazán lehet őket beazonosítani. Nagyon rendszeretőek egyébként, ez teljesen igaz, és nagyon precízek. De jó. Igen, csak egy csapatépítőre nem menj el velük. Csúnya ívás van a végén, hát, mi? Igen. A sok frusztráció. Kicsit elnézik ott a gömb alatt, akkor lehet ott maradsz. Maradj a rántott húsnál, abból indul, hogy figyelsz. Fúgóval ott azt valaki rosszul fedi. 10-9 sikerül. Látod, hogy remeg a szakács kezem az első gömb hal, amit boncol éppen, akkor azért lehet, hogy kérjél egy pacal pölkörtet. Igen. Jó van, Ildi, figyelj. Hát van még állatunk, mink van híres emberünk, tárgyunk, városunk. Nagyon állatszerető vagyok, úgyhogy az állatot választanám. Jó döntés. Nagyon könnyű egyébként. Mutatjuk, jó indul az óra, fél perc van, figyelj. Adnapsáíró. Na, mutatom még egyszer. Adnapsáíró. Író. Nem jó van szétválasztva. Sáíró, ez a vége. Igen. Akkor ezt nem értettem. Adnapsáíró. Sáíró. Adnap sáíró. Író sá. Sáíró. Óriás. Kígyó. Az is van. Igen. Muszáj volt beblöfölni valamit. Adnap, ugye az volt az eleje, vagyis a vége. Óriás panda. Hát bizony. Óriás panda. Szokott menni, de ez most így izgultam. Míg aztán jön a tudat, Ildi, hogy hosszú-hosszú ideje te vagy az első, aki nem fejtette meg. Vigasztaljon ez a tudat, hogy hetek óta mindenki lerabol bennünket ebből a játékban. Igen, tudom, hallgatlak titeket mindig, de hát most ez így nem sikerül. Hogy egy tök összhelyes ázsiai állatról van szó, ez is vigaszt. Sáíró. Ugye ez volt a vége. Igen, nem volt annyira nehéz. Hát sáíró a vége, óriás, és akkor onnan már azért össze lehet. Igen. Ugye ez volt az eleje, vagy hát a vége. Óriás panda. Rendben, azért örülök, hogy itt voltam veletek. Ildi, mi is nagyon örültünk neked. Nézed a foci EB-t, drukkolsz? Nem vagyok foci is, abszolút. Mi se? Hát azért ezt bebizonyítottuk az elmúlt fél órában. Igen. Vannak dolgok, amihez nem értünk, és ezt mi nagyon sok ember előtt nagyon bátran vállaljuk. Nem, lelkesedésünk van, a szaktudás hiánya. Na, kicsit a szaktudás hiányzik. Nem baj, a lelkesedés a lényeg. Még az is lehet, hogy én is megnézem a magyarokat. Én szerintem azt meg kell. Szóval azért ez egy nagy dolog, még ha az ember nem is szereti a focit. Urat, párod, barátod, nem foci rajongó? Senki nem focis, abszolút, senki. Komolyan? Senki. Igen. Nálam inkább kézisek vannak a családban, meg a
így a nagyobb társaságban, úgyhogy a kézi kézilabdát szoktak nézni. Hát több sikerünk is van azért abban a sportban, megértem. Jól van, Ildi, köszi a játékot, puszi. Én is köszönöm, szépséges napot nektek, sziasztok, puszi. Szépséges, neked is. Napfényes napot, puszi. A cseresznyevirágok. Van már cserkó, ettetek friss cserkót? Nem. Nem? Nem, a szomszédnál az utcán érik, megvárom. Nem kell venni. Brutál cserkó van már, imádom a cserkéshez. Ha kihajlik. Mit? Leszedheted, ha kihajlik. Amikor mászanak, látom, hogy lehotottak a világ. Elindulsz egy 5 literes befőttes üveggel, hogy hónod alá veszed. Nagyon jó, nagyon-nagyon ropogós harsó. És a kis létrával felmászol a kis fára, és fölülsz, mint Mici Mackó, és akkor üldögélsz, és eszel? Nem kell litra, van lombvágunk. Levágod az egész ágot. Imádom, jó friss cserkó, ami így roppan. Fantasztikus, de jó. Fél óra múlva már csikarja alsad, egy óra már unva, már budin vagy. De jó, aztán mész vissza megint. És ez a körforgás. 4 perc van pontosan, 8 óra, jövünk a hírek után. Nyolc óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Marad a jó idő, és hát napról napra egyre melegebb lesz. Ez abszolút jó hír, úgyhogy közeledik a nyár. Állítólag, ha elmegy ez az esős évszak, vagy az esős egy-két hét, akkor utána minden idők egyik legmelegebb nyara elé. Nézzünk. Esős évszak. Vagy esős pár hét, amin ugye túl vagyunk. Állítólag meleg rekordok dőlnek majd meg, úgyhogy... Hát kíváncsian várjuk. Na, Miskolcon teljes dugó van az egész városban, az okát egyelőre nem tudom. Kaptuk SMS-ben. Nyíregyházán, a Nyíregyházi úton mérnek. Elez Pisti küldte nekünk Bakta Lóránt háza felén. M5 Szeged felé a 135-ös kilométerénél felüljáron van egy trafi, úgyhogy menjetek óvatosan. Ati küldte nekünk, valamint az M3-as 203-as kilométerénél a Hajdú-Nánási lehajtónál trafiznak Budapest felé. Ezt Dávid küldte nekünk. Köszönjük szépen. Pesti alsó rakparton egy picit lassabb a haladás, valamint Vámos igazoltatás Beszterce és Esztergénye, vagy Esztergénye között a régi 7-es úton, vigyázzon mindenki, Móricka és a bácsik küldte nekünk. Köszönjük! Az Orosi úton, Nyíregyházán szintén van egy trafi, üzente Zoli, és az M3-as autópálya 256-os kilométerénél is mérnek. Bünti, azóta semmi? Turnéról? Csak nekem. Az egy? Nyugi van? Csönd van? Tudod, a cserendszám. Ja tényleg, hát neked a cserendszámra nem vagyok. Volt. Ha tudom, Úristen, nem volt semmi. Mit végzek csere az vagy utakon. Cseh? A cserendszám. Csere. Csere cseréltem. Szóval nem volt semmi. Nincs kiadatási egyezményünk, úgyhogy megúsztam. Ha bármi, de nem már óvatosan vezetünk, tudod. Óvatos vagy és megfontolt vagy. Nagyon, nagyon helyes. Úgy is kell. Autót visszaadták már? Visszakap, nem, csereautó. Nem, nekem megvan az autóm, csereautó. Csereautót kaptunk tegnap, mert Viki autója kicsit hosszabb ideig van. Szervizbe, úgyhogy újra két autó van a háztartásban, ami azt jelenti, hogy holnap friss, gőzölgő, zamatos, fölfort motorú. Igen. Érezhetek, mondtam, bejöttek a búdiba. Friss, forró, gőzölgő, zamatos dolgot helyezek el nektek. Nem. Holnap ilyen kávét kaptam. Aha, ja, de le is főzött, azt hittem, csak... holnaptól újra szíthatom a taxisokat. Nem, tök helyes taxisokkal megyek egyébként. Nem. Tényleg lesz kávé? Holnap lesz. Uh-huh. Jó, mert valahol. Csak voltak már nagykerek is, akik jelezték, hogy ne várjunk rád, majd nem, hagyjátok. Nem a tarhálásról, szóval mindegy, nem érdekes, majd félretesszük. De! Megígértem, tegnap ünnepélyesen átvettük a csereautót. Hazamentünk a csereautóval. De egy hétig nem kaptatok autóval. De szépen néztek. Tudod, milyen jól megy? Egyébként brutál jó. Semmi bajuk nincs. Figyelj, annyira jól össze vannak rakva ezek az autók. De figyelj, hogy bevittétek az autót. Elfogó eres Oktávia. Egy elfogó eres Oktávia. Fura az a rendőrség felirat rajta, de egyébként egészen élvezem. Nyomkodom a gombokat, néha megszól a sziréna. Nem rossz, de nem. Hogy beviszed a kocsidat, és azt mondják, hogy uram. Uram.
délután telefonálunk, hogy mikor jöhet érte. Olyankor nem jut eszedbe, hogy és csereautó? Egyrészt én nem vagyok ennyire szemtelen. Hát ezt mindig kire hagyom. Ott áll a Verda. Ilyenkor mindig kitolom előre, és utolok átul a fülébe, csereautó, csereautó. Nem. Egy napnak indult, aztán két nap lett belőle, három nap lett belőle, most felfedeztek rajta még valamit. És most már cikkének. És akkor úgy tegnap olyan félfinoman, nagyon barátságosan felvetettem, hogy segítsenek már megoldani, mert picit nehéz, és nagyon helyesek. Megtaláltad a kézikönyvet, elvitted neki. Szerintem nyugodtan csak léci. Helyesek voltak a aranyosok, és mondták, hogy mivel most már ennyi nem van, akkor adnak egy csereautót, úgyhogy tegnap elfoglaltuk. Aha, és akkor ezek szerint az értékarányt választottatok, nem az árt. Nem, tök jó, figyelj, amikor meg vagy szorulva, és már akkor bármi jó egyébként, tehát minket most mindenki húzott a bajból. Rajta van brutál nagybetűkő, hogy csereautó, és ott feszítek a kis oktáriába. És tök jól megy, egyébként nagyon jól megy, manuális, kicsit lefulladok néha, de... Hát egy cégcsoportban vagytok úgy. Teljesen jó az autó. Na, nem tudom, hogy hallottátok-e, de áll a bál a Facebookon. Na. És hát óriási csata van. Kassza, nem posztolta 5 percig. Úgy ismered a Tibit, mint aki 3,5 percenként nem tesz ki valamit. Kik azok, akik összekaptak? Kik azok a nagyszerű személyiségek? Hát ugye a netes társadalmat, akik a Facebookon vannak, nagyjából három részt lehet osztani. Tehát vannak az Oravec Nórások, vannak a Tibi atyások, és van a kevés maradék, akiket egyik se érdekli. Ugye? Tehát nagyjából így lehet elosztani. És a Tibi atyások összevesztek Oravec Nórával. De és elindult a modern internetes társadalom legnagyobb Facebook háborúja. Szűz Mária Szent József. Fölégetett tarlók. Az Jézus Mária. Beszántott, besózott földek, árvák mindenhol. Letiltott felhasználó nevet. Visszavont Facebook profilok. De most várjál, ma azért vicces, mert Tibi atya nincs. Tehát Tibi már atya... Hogy mondhatsz ilyet, hogy nincs. Tibi már nem, atya nem létez. Hogy ő fiktív egy kissé, a Tibi atya. Hát, nyilván igen. Vannak mögötte emberek, nem, ugye, nem, akik nem. Üzemeltetik, de hát Tibi atya, hogy tudta magára, az a drága szent ember magára haragította, magára igen. Rántotta az Oravec Nórát. Hát, tulajdonképpen nem. Itt milliós követésekről... Figyeljetek, itt milliós követésekről beszélünk. A Tibi atyának azt hiszem, hogy 1.100.000 követője van, tehát a Sóbert családnak és kaszáiknak még van hova azért fejlődni. A Réka nem áll rosszul. Egyébként Oravec Nóra is valami brutális számot mutatott. Egészen egyébként, ugye tegnapig, amikor is állítólagosan Oravec Nóra eltűnt a Facebookon. Nem mond már. Nem lehet. Éreztem az űrt. Kicsit én is azt éreztem, mintha egy pillanatra milliók sikoltottak volna fel, aztán néma csönd volt. De miért, ha és elhallgatott, nekem le kellett ülnöm. De miért, mi történt? De lement a launchtobba eredetisége? Nyomott egy delete gombot, és utána ezt nagyon megbánta. Launchtobba eredetiségért? Igen. Igen, eszébe jutott egy önálló gondolat, ettől annyira megijedt, hogy töröltem magát a Facebookon. Jézusom, ezt nem osótól vettem. Isten, ez a fejemből. Kezel orvosom gyógyszerét. Jó, gyerekek, lehet szeretni vagy nem, de egyszerűen, tehát ők azért birodalmat építettek a Facebookon, és ezt a fajta birodalmat azért ők nagyon jól menedzselik, építik, brandingelik, tehát tényleg milliós követésekről van szó. És ugye megjelent tavaly karácsony előtt Tibi atya, illetve pontosabban Tibi atyáik, kitalált alkoholista egyházi ember mögött, ugye egy kisebb csoportán ezt tudjuk, ebben Ferének igaza van, füves könyve, a minden napra egy feles kis könyvecske, és az iszákos karakter nem fogta vissza pennáját, azt a mindeni. És hát Tollhegyére vette Oravec Nóra modern kori osó hasonmását, női hasonmását. Aha. És úgy írtak Oravec Nóráról, hogy Oravec Nórának ez nem tetszett. És állítólagosan nekik egy a kiadójuk. Na most akkor értsétek a történetet, Tibi atya egyeztetett a kiadóval a vitriolos mondatokról, sőt, ők mondták, ugye, hogy ezt azért megbeszélik. A könyvet elkapkodták, utána azonban Nóri jelezte, vagy Nóra, nem tudom, hogy hívja magát, hogy szeretné, ha levetetnék a könyvet.
Mert nem szép, amit mert róla nem szép, amit róla írnak. Aztán Nóri azt mondta, hogy ő nem akarta a könyvet levetetni, csak annyit, hogy a rá vonatkozó sorokat, azokat vegyék ki a könyvből. És aztán lett egy észrevette magát benne. Egy nagyon csúnya bunyó a kiadó nagy tárgyalójában. Igen, Tibi atya összeverekedett Oravec Nórával. Igen, és ez egy érdekes dolog, hogy egyébként megjelenik egy könyv karácsonykor, miért csak fél év elteltével informálják őket a problémáról, hogy valakinek nem tetszik a könyvvel leírt dolog, nem? Ez egy fura. Hát akkor fogyott el az első példa. Igen, Oravec Nóra egyébként azt írta a Facebook oldalán, gusztustalan nőgyalázó formába rakták bele a nevét a fiktív sztoriba, és aki nem érti, hogy mi ezzel a baj, az beteg. Hát ez valószínűleg azért Tibi, hogyha nem mutatta meg Oravec Nórának előre, és a kiadó se. Tehát meg kinyomtatták a Tibi atya könyvét, a nagyon bős mindennapra egy feles megjelent, és fél év múlva olvasta a Nóra, hogy ő benne van. Na jó, de ha én észreveszem magam a Trónok harcában. Igen. Például. Na ott mondjuk marhára meglepődnél, nem csak te az egész ország, de miért ne lehetne? De miért ne lehetnék benne? Akkor én utána abba adhatom a sorozat gyártását, tehát Nóra levetette a saját kiadójával, a saját kiadója által forgalmazott könyvet. Hát egy picit későn kapcsolta, nyilván csak Osót és saját magát olvassa. Én láttam egy-két óra Vecnóra idézetet, szerintem Osót nem olvas. Ott aztán 6 óra Vecnórát mondok neked most, hogy megszülöm most. Viszont naponta több száz kínai szerencsés üti tör fel. Mindig egy kávézóba jár, mert ott ingyen van a szerencsés üti. Szóval... Tehát ha én észreveszem magam egy könyvben, és azt sérelmezem, akkor én levetethetem a könyvet. Szerintem ez érdekes dolog. Ugye egyébként Nora azt mondja, hogy ő csak annyit mondott, hogy vegyék ki a rá vonatkozó részeket. De mármint, most... de az hogy? Hogy körbe megy valaki, és akkor így kitépi belőle, igen, vagy vonazol azt az oldalt, ott letámasztja mellé a vonazot, és így. Igen. Ez hülyeség szerintem. Na most a csalódott Tibi atyafanok közben betámadták, igen, ugye Oravec Nóra oldalát, és Oravec Nóra Facebook oldala pedig blokkolta saját magát. Atya Isten! Nagyon jó. Óriási. Ez a gigászok csatája. A gigászok csatája. Én meg közben tényleg azzal volt elfoglalva, hogy ki kéne már szippantatni az emészt. Hát figyelj! De most komolyan is így megy el mellettem az élet. Igen, a nagy dolgok látod, így mennek el. Egyszerűen megtöbbentő. Szerintem egyébként nem vetetheti le a polcokról. Tehát, hogyha abban az esetben teheti ezt meg, hogyha mondjuk elindít egy pert, amiben sérelmezi azt, hogy ugye a személyiségi jogait megsértették, vagy őt megbántották, vagy valótlanságos állítottak róla, aztán van egy jogerős bírósági döntés, és akkor csak utána vetethetné le. Tehát, hogy rólad is írtanék, annak ilyen Stolbuci írt valótlanságokat a könyvében. Rólam általában valótlanságokat írtak. Kivéve a vágó, aki megírta, hogy buta vagyok. Na! De ezt a többi szerintem hazugság volt. Igen, hát a Stol is írt érdekes dolgokat. Igen. Persze. A negyede nem volt igaz annak, ami megjelent a Stol könyvében. Mégse szóltál, hogy vegyék le a polcokról. Nem, de egy per nem. Azért volt, csak nem beszélt róla. Nem, megrántottam a vállam. Tehát ez a show business része, nekem ezzel nincs bajom. Na. Igen, na most állítólag Tibi atya Facebook oldala, igen, az profitált ebből, mert brutálisan kilőtt, míg Oravec Nóra oldala egyébként erősen elindult az enyészet irányába. Ó. Oh. Aha. Hát és eddig a felek senkinek soha nem nyilatkoztak. És most nekünk fognak? Lehet. Igen. Még bármi történt. Még bármi megtörtént. Tibi atya hangját egy ország várja egyébként. Tibi atya ugye nem nyilatkozik, csak Tibi atyi. Tibi atyi. Tibi atya, nem be atyi. Tibi atyi. Tibi atyi. Mi csak így vagyunk. Jó, hát mi jobban vagyunk. Hát most másnak Tibi atya, nekem Tibi atyi. Tibi atya helytartója. És földi, és támasza, és földi helytartója. Sekresti, és vagy ki fog nekünk majd nyilatkozni? Úgyhogy felhívjuk Tibi atya földi helytartóját és támaszát, hogy mondja el nekünk ezen szövevényes ügy, hát apró cseplő kis részleteit, hogy hol tart most. Sehol senkinek nem nyilatkoztak. Megpróbálta több internetes portál is egyébként nyilatkozatra bírni Tibi atyát vagy Oravec Nórát. Tibi atya azt mondta, hogy nem tud telefonálni, mert pusztulat másnapos. Tök jól csinálják, egyébként imádom őket. Oravec Nóra egyáltalán nem akar nyilatkozni. Tibi atyáik pedig lenyilatkoztak, hogy nem tudunk nyilatkozni, pusztulat másnaposak vagyunk. A Nóra pedig felszívódott mindenhonnan. Hát dolgozik az új könyvén. Hát vagy elért a nirvánát. Megdicsősül. Annyira eltűnt, hogy mi se találjuk. Oh. Pedig kerestük.
pedig én még az ágyalás beléztem. Nóra, Nóra. Egy kipipálva, nálam nincs, mondd el. Na, felhívjuk akkor Tibi atya helytartóját. Jó? Itt van velünk már is Máté a vonalban. Máté, jó reggelt! Hello, ciao! Üdvözlöm a Danubius Rádió hallgatóit. Óriás vagy. De nagy Tibi atya utoljára akkor hallgatott rádiót, gondolom, mikor még azok voltunk. Igen. Máté, te vagy a földi helytartó? Van egy kis szerepem a Humbák művek csapatában, így van, nevezhetjük így is. Sekrestyésnek szólíthatunk? Vagy minisztráns fiúnak. Kis minisztráns fiú, így van. Na, hova tűnt Oravec Nóra, Máté? Hol van Oravec Nóra egyébként a pletykákkal ellentétben, tehát nem műsítottuk az embereket, hogy az Oravec Nórának az oldalát ki a családjék. Nem az egy nevetségben annyi történt, hogy a kis homokozójában ugye a várat azt fölrúgták, és ő meg elment tisztikézni a sarokba, tehát igazából a hibernált egyébként az összes oldalát. Ilyen strut politikával próbált ugye a problémára menekülni. Nem jött be. De miért, hogy a Tibi atya oldal rajongói elindultak az Oravec Nóra seregeit megtámadni a Facebook oldalon? Ez konkrétan így történt, és nemes egyszerűséggel Nóra például, neki nem tudom, kitanácsolta ezt a kommunikációs stratégiát, hogy az összes negatív kommentet ugye törölje le, tehát most már tényleg csak szívecskés meg hajrá Nóra is kommentek vannak, ami nem hiszem, hogy egy jó megoldás, nyilván tök jól néz ki, de hát attól, hogy megcukrozta, még az szar marad, már bocsánat. Érzem, nem vagytok jóban. Mi szerettük volna, csak a korrektség kedvéért mondom, hogy szerettük volna ugyanúgy Nórát is behozni az adásba, mert az lett volna a legjobb. Tehát mi mindig megadjuk a másik félnek, hogy nyilatkozzon. Próbáltuk keresni, minden fórumon előkeríteni, elérni, és egyszer lehetetlen volt. Most is mondom, hogy megvan a lehetőség, ha Nóra helytartója, bárki hal minket, most betelefonál 555-50-00, szívesen megadjuk a lehetőséget, hogy beszéljetek egymással. Ez így korrekt, csak a másik oldalt nem értük el. Most mi lett a könyvvel, Máté, segítségünk, azt most levették, vagy csak kivették a Nóráról szóló részleteket? Tényleg így volt egyébként, ahogy írta Nóra, hogy a kiadó az belenyúlt a könyvbe. A pletykákkal ellentétben egyébként nem a tudtunk nélkül történt a dolog, tehát mi úgy voltunk vele, hogy elég sok köztelemi munkánk benne van ebbe a könyvbe. Most az, hogy kijön belőle egy darab novella, tehát konkrétan egy kettő oldalas írásban szólt Nóri, hogy az nem tetszik neki, azt kifettük ki, azt újra, és aztán utána úgy döntött a kiadó, hogy mégse kell neki inkább a könyv. És akkor mi nekünk igazából nem is az volt nagy problémánk, hogy nem kell neki könyv, mert az úgy voltunk vele, hogy tényleg ez nekünk csak egy mellékzöng, egy ilyen kis poén csináltunk a rajongóinknak. Az a legszomorúbb egyébként, de csak akkor derült, hogy akkor személyesen befáradtunk a kiadóba. Tehát így 4-5 hónapig így egyszerűen ők is megpróbálták ezt a Nóri félre stratégiát játszani, hogy majd egyszer csak úgy se tűnik fel senkire, hogy nem lesz könyv. És mit írtatok a Nóráról, amiért ennyire berágott? Hát, ugye a könyv ez egy fiktív történetekről szól. Egyébként azon nagyon jót neveztem, a könyv elején is bemondja az összes történet, az ugye a könyvben szereplők a bármi nevű köze van a valós személyekhez, az csupán a véletlen műve. És akkor Nóri azt például úgy osztotta meg a Facebook oldalán, hogy egy nőgyalázó formában raktuk be állítólag, egy olyan fiktív sztori formájában a nevét a könyvben, aminek köze nincs a valósághoz. Én nagyon örülök, hogy a fiktív szót is sikerült értelmezni, ezek szerint, hova nem. Egy pornófilmet forgattak Nórival a Humbák földén, ahol ilyen... Jézusom, de ez egész történet nagyon beteg. Középkorú havan alakult, lehet, hogy magak a gyönyörűnek látunk, hát ilyen felcsatolható. Aha, jó, ezt akkor ne folytasd már. Na, de ebben én szálltam magam szívesen. És akkor van alakult, tehát még egyszer a szádon a neved, Lőrinci vagyok. De várj, ebben én se látnám magam szívesen, ha mondjuk nő lennék, és mondjuk magamra ismernék. Tehát ebben Nórának igaza lehet, nem? Természetesen, én nem azt mondom, hogy nem, viszont ez tényleg átment a szerkesztőn, tehát van egy felelős szerkesztő, van egy, tehát itt teljesen nincsen felelősségünk ebben, ezt ők elolvasták, sőt, mi több még az ember, aki tehát ott dolgozott, és tényleg a szerkesztő ott, ő külön búzított, hogy a botránykönyvek jól mennek, tehát azt mondom, hogy Szepesi Nikit mondta nekünk példaként, hogy ez mennyire nagy sikerű volt,
tényleg egy 6-7-szer meg is kérdeztük, hogy biztos, hogy nem lesz erős. Én mondtam, de hogy lesz erős, azt írtok, amit akartok, még akár Orbán Viktorról is, nem, hogy jól lesz Nóráról. Aha, hát meg azt írtunk, amit akartunk. Ez milyen érdekes a történet ennek, hogy fél évig rendben van valami, fél évig megy, aztán fél év után ez csak kitör a bal, és akkor gyorsan ugye eltüntetik magát a kiadványt. Hát ez fél éve már a polcokon van tulajdonképpen. Hát igen, és de ez már azt mondom, hogy egy második nyomás volt, tehát azt tudom, hogy karácsony ott kijött, nem tudom hány példány, de kettő nap alatt körülbelül elkapották az egész országban. És utána volt egy következő nyomás, ez pedig január közepén volt, és abban már nem volt benne egyébként az ominózus rész. Most úgy néz ki, hogy sikerül leülni, megbeszélni velük. Egyébként onnan megyünk majd tárgyalni, és mi csak tényleg azt szeretnénk elérni, hogy visszatereztessük a könyvünknek a jogát, és akkor egy saját kiadóval újra beterítjük vele az országot. De most, ha kivették ezt a részt, és azt igen. tették ki a polcra, akkor a Nórát mi zavarta? Ezt én nem tudom, lehet, hogy ez már csak ilyen nem tudom, ilyen... Jaj, még kapott kérdés, egy vagy... első nyomatú példányt valószínűleg. Nem, egyébként szerintem tényleg ez már csak így, már csak ilyen dacból megy a dolog, mert tényleg, hogyha annyi lenne a dolog, hogy ki a kifogásolható részt kitették, akkor miért zavarna? Lesz ilyen békítő tárgyalás a kiadónál, vagy egy szobában ültök majd? Balra-orra vesz Nóra, jobbra Tibi atya, és akkor ott pogácsa meg félmeleg ásvány viszont az asztalon, és akkor ott egy fél évek kabinetbrendit, amit én szebb napokra tettetek. És akkor ott a kiadó meg fogad béket tárgyalni? Rózsaszín kis cukros mászint ennénk Nórikával, hogy közösen egy asztalnál, de ki tudja, lehet, hogy még ez is eljön. De benetesen sokan követnek benneteket, tehát valami 1 100 000, vagy nem is egy tudom. 1 130 000 valahogy, de egyébként nekünk tényleg jó tett. Viszont mennyivel nőttetek a balhé óta? Hát egy ilyen napi 1500-2000-re, azért annyira nem kiemelkedő, de kifejezetten látjuk, hogy mi ebből profitálunk. Kasszati mi most kapott ideg összeomlást. Ráborult a reggeliző asztalra a palacsintára, mondta, a rohadt tényleg, hogy csinálják, hogy csinálják? Hogy szóljak be Oravec Nórának, hogy szóljak? Manóka, gyere ide, Manóka, csináljunk valamit, Manóka, mert nagyon elhúznak. Igazunk van a történetben, úgyhogy ez tényleg, vagyis hát jó, mindenki ugye, mindenki a saját lovát dicséri, de az a... De a történetben nekünk aztán meglátjuk. Igazából a Nóra egy ügyes promóció, mert ha van egy fiktív dolog, igen. Mondjuk én az, van, aki megsértődik, van, aki nem, én még azon se sértődöm meg, mondjuk, amit valójában rólam írnak, mint amit tényleg a Stolk könyv, amit a Jani mondott, de az ő részéről érthető, mert egyfajta promóció tulajdonképpen ez is, hát mindenféle balhé, egyfajta promóció az ember saját brendjének, termékének, nem? A negatív reklám is reklám, csak ez most már egy kicsit nem túl sok volt, ez meg nem is az a probléma egyébként, hanem hogy lekommunikálják az egész kiadóval, meg Nóri is, tehát az a legrosszabb, tehát ez tényleg a felháborodott rajongók írogatnak és kérdezik ugye a kiadót, hogy hogy történhet meg ilyen, hogy ugye azt mondja a kiadó, hogy kiáll valamelyik szerzője, mert de hogy tud kettő szerzője között különbséget tenni, és akkor azon volt ugye a legnagyobb felháborodás, hogy gyakorlatilag itt nem is a szerzők mellett tette a bármilyen voksát a kiadó, hanem gyakorlatilag a pénz miatt. Hogy Óra vesz Nóra, azt hetente kiad egy új könyvet, nyilván akkor kitéje meg jobban felkarolni. Mondjuk grafomán a csaj, legyünk őszintén. Van anyag? 3 éve ülök a második könyvemben, basszus, és hát nem haladok gyorsan. Mert heti egy könyv, azért ott van anyag. Mert mindent anyult előtte. Mert nem tudok újat írni, mert minden megírt a Nóra. Igen, de most hol lehet egyébként ő? Nem, most állítok, 17 órája posztolt valamit, hogy nem haladunk róla, mert egy ilyen digitális detoxot készít elő, amiben ő majd előkészít egy ajándékot, vagyis segített ő már magának megtanulni a zavaró tényezőket, a netzajt, és most ez segít majd nekünk átadni. Hogy digitális detox. Digitális detox. Ez beszólás Tibi atyának a digitális detox. Valami nagyon durva lehet, bárcsak értenénk. Tehát valami ilyesmit írt hétvégén. De hát a Nórát is azért nagyon sokan kedvelik, hát ennek ezért nyilván oka van. Őt mennyien követik, te tudod, Máté, körülbelül hol tart? Aha, 165 000 körülbelül. Nagyon jó. A szervezett hölgy, meg a Tini csaj, aztán, akik még az igazira várnak. Neked nagyon a bütyödben van, szóval nem kedveled, vagy nem kedviled? Elég sokat dolgoztunk azzal a könyvvel, és nem szeretjük, hogyha így semmi veszik a munkánkat, úgyhogy szerintem a részünkről érthető az, hogy nem kedveljük őt. Aha. Pedig könyvet is írt nektek, találd meg magad Oravec Nórától. Nagyon nagy sikerű könyveket ír, hát hogy most ez a könyv valódi sikere, vagy tulajdonképpen, de baromi szóval jó. Ha ilyen magvas gondolatokat szeretnék, akkor elmegyek a kínaiba, azt veszek egy szerencsét. Hát, valahogy így. Igen, ezt János. Akkor nem arról van szó, hogy valami személyes sértettség van, hogy itt a faház presszóban visszaküldte azt a fél pohár cseresznyi pálinkát, amit átküldtél az asztalához, vagy ilyesmi. Nem, a személyével semmi problémánk sincs továbbra, és igazából egyébként azért tiszteljük, mert tényleg, hogyha valami jó, ami piacképes, és amire igény van, az könnyű eladni, de hogy egy ekkora drágyazom volt, hogy lehet eladni, hogy erre egy egész brendet építeni.
Figyelj, hát Nórát be kell védenem, mert Nóra ugyanakkor ezt a brendet azért ő önerőből, azt hiszem, egy vidéki kislányról van szó, tehát tényleg ez a klasszikus, ez elindul, épít egyet, egyedül, nincs mögötte, nem volt mögötte senki, nagy mecénás kiadó, nem tudom, és egyedül ő azért ezt felépítette, hogy most valójában szól valamiről, vagy közhelyszerű, vagy ezt mindenkinek a maga életfilozófiája alapján kell eldönteni, de azért, amit ő felépített, az védhető, az már egy szubjektív megítélés, hogy most elfogadjuk, amit ő ír spirituális magasságokban, vagy közhelyparádénak gondoljuk, és egy nagy lufi a csaj. De amit fölépítette, le a kalappal. Hét nem? Könyv, hát az már papírból is sok. Hét könyve van. Már hét könyve van. Tessé, most néztem meg a blogoldalját, vagy hogy mondják ezt rendesen. Hét főműve van már. Figyelj, ő egy csaj azért, tehát ezt ő egyedül megcsinálta, azt, hogy az ember kedveli vagy nem, az másik dolog, de azért ezt ügyesen megcsinálta az Orovec Nóra brandet. Ezt nem tudom elvitatni, ezért mondom, hogy ezt a részét tisztelem, mert tényleg most az, hogy valakinek kell, akkor kell, el lehet adni. Nem rossz, amit csinál, csak nyilván megvan az a réteg, akinek erre szüksége van, és lehet, hogy nincs átfedés, ami rajongóinkkal, sőt, több mint valami. Ebben egész biztos lesz, hogy nincs átfedés. Igen, az, hogy veletek mondjuk ez történt, és ha ezt a Nórának akarod betudni, akkor az nyilván okot ad arra, hogy az ember felemelje a hangját. Ja. Oké, okay, Máté, mit csinál most Tibi atya, alszik? Ne, rosszul van szerintem. Másnapos. A fedő sztori volt tegnap, annyi volt, hogy egy kicsit nyomulós újságíró volt, és nem volt kedvem felvenni telefont. Vagy tényleg másnapos voltam, ezt már csak én tudom. Hát akkor megtiszteltetve érezzük magunkat, hogy egy csomó újságírót lepaszoltatok, de nekünk, mint Morning Show nyilatkoztok. A most nézem a Nórának az oldalát, hogy az egyik posztból kiindulva a Tibi atya, és jogával szokta kezdeni a napot a Millenáris Parkban. Arcon fekve. De most mi a baj az, ha valaki jogázik a Millenáris Parkban? Hát azt, most hogy miért? Nem látom a képen, üljön csak otthon, egy laticelt. Üljön otthon és zabálja a csirke pörköltet. Egy modern nő, aki jogával indítja a napot. De legalább hát lenne egy exkluzív, sokat sejtető ászana a képen, de csak egy laticelt látok a filmen. Engem. Oké, okay. Máté, köszönjük nektek, köszönjük, hogy nyilatkoztál, legalább tudjuk, hogy mi történt valójában. Én köszönöm szépen, aztán további szép napot nektek. Köszönjük, ciao. Okay, hello. A másfél milla felé. Arccal a másfél millió felé? Igen, hát a másfél egész millió követő. Hát egyről már föl lehet húzni. Nagyon erősek. Na, drága hallgatók, tegyünk egy kísérletet. Bebizonyítjuk most azoknak, akik nem ismerik Orovec Nórát, hogy minden hallgatóban ott van Orovec Nóra. Benned is benne van Orovec Nóra. Aha. Mindenkiben benne van. Az én test ebben a 110 kilóban is. Benned is benned van a 110 kiló. Írjatok nekünk egy mondatos életbölcsességet úgy, ami a ti életetekre jellemző. Amit megtanultatok, a 20 évesek vagytok, hol tartotok most, 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen. Mintha egyfajta tanításra szeretnétek felhívni az utódok figyelmét. Vigyázz, ne menj, légy erős, mit csinálj, ha kirúgnak, hogy él túl, ha szerelmes vagy, mit hoz a holnap, mit hoz a múlt, miért kell elengedni. Bebizonyítjuk, hogy mindenkiben ott van Orovec Nóra. De a lelked mélyén egy Orovec Nóra vagy. Igen. Te is. Jó? Egy életbölcsességet. Egy Nórás életbölcsességet. Azoknak, akik nem tudják, hogy ki Orovec Nóra, mert nagyon sok ilyen esős kapunk. Nagyon helyes kis te egyébként. Csak elmondjuk, hogy ő egy leányzó, egy író, aki életbölcsességeket próbál átadni, és hát mindenféle spirituális üzeneteket fogalmaz meg, amit most vagy hitelesnek, vagy kevésbé hitelesnek gondolnak az olvasók, de szeretik, és ő segít, ha szerelmes vagy, életbölcsességet ad, ha kirúgnak, ha elhagynak, ha meghal valakid, ő próbál segíteni különböző idézetekkel és életbölcsességekkel. Jól mondom, Nóra, munkásságát körülbelül erről szól. Tehát így kell elképzelni, nem kell róla nagyon többet tudni. Bennem nem lehetne inkább a Tibi atya? Hát igen. Valahogy jobban tudok azonosulni vele. Igen. Tehát blőd életbölcsességeket várunk. Jó? Amit ti megtanultatok, ott, ahol most tartotok. Akkor mondok egyet. Na! Várj! Nem félreérteni, szó szerint kell érteni. Inkább 10-szer kefély, mint 1-szer dugulj. Hát érzem én, hogy benned is ott van Orovec Nóra. Benned is ott van Orovec Nóra. Drága hallgató, elő a Nóra vénával. Jó? Mutassátok meg. Egy mondat, ami a ti életetekre jellemző. Ahogy Robika írja, minden van valahol. Na, most már tudjátok, ki az az Orovec Nóra? Mert nagyjából így kell elképzelni. Jó, minden van valahol. Én ezen másfél napot filózom, begörnyedni magzatpózba. Így ülök. Értitek? Ilyeneket üzenek, várunk. Robikának visszaüzenek. Amit nem találsz, azt kerest. Látjátok, hogy mindenkiben ott van Orovec Nóra? Írjatok. Jó? SMS számunk 0670-645-0000. Jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
3:49 múlt pontosan 2 perc, a gyereke kiderült, hogy minden hallgatónkban ott van Oravec Nóra. Alapjában mindenki belül egy Oravec Nóra. Milyen legbelül, de az. Igen, ugye beszélgettünk Tibi atya földi helytartójával és támaszával Mátéval, mert hogy áll a Facebookon, akik egyébként a Facebook közösséghez tartoznak, ismerik Tibi atya közegét is, vagy ismeretik is Oravec Nórát is. Sokan nem elmondtuk, hogy ki Nóra, őt azért jóval kevesebben ismerik, mint Tibi atyát. Ugye egy írólányról van szó, aki ez a self-made man, Csajci, megcsinálta magát, brendet épített, és hát spirituális életbölcsességekkel zaklat bennünket. És sokan kedvelik, sokan közhelyesnek tartják, minden esetre, amit felépített, azért az egy nagy dolog. Mi pedig arra kértük hallgatóinkat, hogy bizonyítsátok be, benneteket is ott, bennetekben is ott van Nóra, írjátok meg nekünk a ti nagy életbölcsességeteket. Azt, amit igaznak gondoltok, és átadnátok szívesen másnak, hogy mások is tanuljanak belőle, egészen elképesztőket kapunk. Azt akartuk mondani nektek, még ezt elfelejtettük, hogy abban a pillanatban, ahogy elkülditek a 0676400000-as SMS számra az életbölcsességeteket, le is mondtok a jogokról. Mert hogy ebből csinálunk egy könyvet is kiadjuk. Van. Balázs Gőzerevől készül a második könyv. Gyerekek, hát Nórának van muníció. Nórának itt van, hallom, 3 éve ülök az előszón. Ebből az évben csak 3-at szeretne írni. Igen, a könyv címe Utam a csúcsra. Igen. Csináld utána. Hát igen, az első könyv címe Jövök Nóra lesz. Igen. Na nézzük, hallgatói mit írnak. Kiben maradt igazán Oravec Nóra? Ha nem tudsz reggel a tükörbe nézni, nézz önmagadba. Köszönjük szépen, nagyon fontos. Ha egy nő... Most meg fogom ölni magam a végén. Ha egy nő úgy szép, ahogy van, kivétel, ha csúnya, akkor úgy csúnya, ahogy van. Oravec Kev írta nekünk. Aki megy, az egyszer jött. Írta Oravec Robika. Soha nem tudod, hogy elment, az, ami már nem jön, ha nem láttad. Na, ez már a ami melózol, hogy meg kell fejtened. Melózol, hogy meg kell fejtened. Így van. A gyertya varázslatos reménye helyes dallamokból táplálkozik. Egyébként lehet, hogy Nóra is írt nekünk. Ez lehet, hogy ez elég Nórás volt. Igen. Jó, Nórától nem ér nyúlni. Ha kitűzöl egy célt, érd el. Ha elhagynak, találd meg magad. Ha belefáradtál, akkor pihenj. Ha úgy érzed, nem bírod tovább, add fel. Ez jó. De ez tényleg... Oravec Laci. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Minden reggel valaminek a kezdete. Gyakran egy napnak. Köszönjük. Ha nincs pénzed, nyugodj bele, nem is lesz. Köszönjük szépen. Mindenki szerethető valahol. Van, aki az otthonodban, van, aki a börtönben. Ne várj a bagetre, ha van zsömle a fasírthoz. Oravec Feri. Nagyon jó, egyébként nagyon jó. Ha egy fekete macska átmegy előtted, akkor az a macska megy valahova. Köszönjük szépen. Nagyjából Oravec Nóra magasságokban vagyunk egyébként. Igen. A túlparttal szemben mindig megtalálod az innensőt. Köszönjük szépen. Ez jó. Ez nagyon zseni. Igen, ha a túlpart szemben van, akkor az innensőn vagy. Oravec Feri a következőt írta nekünk. Okos legyél, mert hülyéből nagyon sok van. Köszönjük szépen, egyébként ez szellemes. Egy biztos, ha így marad, nem változik. Köszönjük szépen. Na most ez. Oravec Bazsa, eltévedtél? Menj tovább. Valahova, valamikor biztos odaérsz. Fontos bölcsességek ezek. Fontos bölcsességek. Köszönjük szépen. Ami késik, az csak várat magára. Minél jobb, annál jobb. Nagyon. A lét csak egy fordított tél. Köszönöm. Megvan a kedvencem. De gyönyörű. Oravec Pinki. Oravec Pinki. A lét csak egy fordított tél. Gyönyörű. Gyönyörű. Hát nem, Nóra se tud. Nóra se tud. Hát nem lehet vele vitatkozni, ugye? Azt tedd, amit ott, ahol és ahogyan. Itt van egy nagyon jó, egyébként ez a klasszik Nórás. Minden ember egy másik ember. A tükör mindig szemben van. Én ezen 3 napot filózom. Aha. Már kicsit azt gondolod, hogy van értelme, aztán rájössz, hogy tulajdonképpen semmi. Ez már tényleg egy nyomdáért kiállt. Igen, ezt már meg kell jelentetni. Ha behunyod a szemed, mindig sötét van. Ha kinyitod, lehet, hogy nem. Betegek vagytok. Egykezű rolleresnek. Soha ne indítsd. Igen, nagyon jó. Á, gyerekek, jó van. Tele vannak hallgatóink Oravec Nóra vénával egyébként. Mindig légy önmagad.
kivéve ha lehet Sebestyén Balázs, mert akkor légy mindig Sebestyén Balázs. Ezt te írtad. Gabet, Oravet Gabet küldte nekünk. Igen. Aj, nagyon jó, nagyon jó kinek. Tomu, Oravet Tomu írta nekünk, a tejfölben nincsen szálka. Ezen én egyébként gondolkozom. Tehát ez van-e? Igen, ez jó. Nincs. Nem, igen. Nincs. Nem az, hogy van-e, hanem hogy. Ez jó. Ez jó. Ha éhes vagy, ne légy rest enni. Micsoda élet, micsoda élet bölcsességen. Igen. Ha megházasodsz, és ismerem, ez nyúlás, de egyébként jó. Ha megházasodsz, rájössz, milyen az igazi boldogság. De akkor már késő. Ez jó, ezt ismertük, de ez nyúlt, ilyet nem ér. Igen, fogyókúrázóknak, Oravec Bogi, bármit megehetsz, érted? Bármit. Csak ne nyeld le. Köszönjük, köszönjük. Á, nagyon, nagyon szellemeseket írtatok, köszönjük szépen. Na most már tudjátok ki, Kínóra. Gyerekek, akkor a reklámot csináltunk neki, hogy komolyan mondom tényleg. Lesz ebből 8. könyv. Ebből megcsináltuk Nóri 8. könyvét. Egy hal köszönömöt mormolhatna a Morning Show-nak a Facebookon egyébként. A siker olyan, mint a fing. Csak a sajátod nem zavar. Ezzel ez zárjuk, jó? Igen. Egyébként igen. Tényleg így van. Egyébként tényleg így van, basszúr. Hát nem, tök őszinte. Tényleg így. Hát, mindenki más siker. Ez egy kicsit fáj, de a sajátod az nem. Ha így írna Lóra, olvasnám is. Ha ilyen jókat írna, akkor azt gondolom én is. Én is venném a könyvét, igen. Jaj. Utolsó. Tényleg az utolsó. Ezt egyébként lehet, hogy Nóra írta, mert ugye ő írtat, hogy jogázik. Én azért jogázok, mert akkor jönnek a jogázok. Na, mutatjuk, mi a beugró. Jó, figyeljetek, ha játszanátok hármasugrást, találjátok ki, mit hallottunk. Nagyszerű. Könnyű. Nagyszerű, könnyű, és nagyon jó. 2 darab dalcím, 2 darab előadó, ezt küldjetek el nekünk, ha játszanátok hármasugrást a következő fél órában, jó? 6 perc nap pontosan, 9 óra jövünk Ákos híre után. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Excuse me, Mr. Officer. Officer. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt vagyunk, egy kis melegítés a retro napra, ami közeleg. Van-e még olyan bugyra a te szatyrodnak, amiből ilyet ki tudsz húzni? Mert én azt hittem, hogy tömeghűlök. Inika Moze, viccelsz? Hát ez csak az előétel volt, tesó. Ez volt a... Én már jól is laktam. A rukkolás prosútók egy kis kecske sajta. Ez volt az előétel. Nézd befelé, ugye? Még jön a főétel, még jön a desszert. Ezek csak ilyen kis ráhangoló kis etűdök arra, hogy lelketekben elinduljon a felkészülés. Az. A retro napra. De jó. Hogy virágba öltöztessétek pici, apró, érzékeny kis lelketeket, hogy aztán együtt ünnepeljük DJ Oti újabb retro napját. Lesz. Megígértük. Megnéztem egyébként a Ravec Norának a Facebook oldalát, és 16 perce felrakott egy mosolygos képet. Ez most vagy azt jelenti, hogy örült az ingyen reklámnak, vagy azt, hogy nem hallgatott minket. Szerintem eljutott hozzá nyilván. Boldognak látszik. Az a jó. Boldog lennék, egy országos kereskedelmi rádió fél órán keresztül foglalkozna velem. Mondjuk a foglalkozás egyelő volt egy karakteri okossággal, de egyébként ennek ellenére is. Nem? De tényleg. Az a lényeg, persze. Na, gyorsan megnézzük, mi a helyzet az utakon, aztán megyünk tovább, mert itt van már a mi Juliskánk. M1-es autópálya Budapest felé a 87-es kilométer után a hídon trafi, vigyázzon mindenki. A 37-es úton a Tolcsvegye elágazásnál a benzinkút parkolójából méri a háromlábú, a Sárospatak felül érkezőket. Szabi küldte nekünk, köszönjük. Kalocsa belterületén a Baja felül érkezőket egy zöld nívából várja a kamera, de szép szén a WC papíráros küldte nekünk. Ez az 51-es úton van, teljes dugó van Miskolcon, vigyázzon mindenki. M3-as 200-as kilométerénél van egy trafing a Hajdunánási lehajtónál. Budapest felé üzente Dávid, és azt nézem, hogy Bodrog keresztúr elejében a 37-es felől kint van a háromlábú. Ezt Rusznyák küldte nekünk. Nehéz volt a hármasugrás beugró? Szerintem nem, egyáltalán. Miért volt?
Igen, leadtuk, de lehet, hogy meg kéne mutatnunk még egyszer, mert hogy nem nagyon jött. Segítünk, jó? Nem jött? Három sem beszélentkezik? Hát egy vagy kettő. Az a baj, hogy a házi oravecek annyira elborítottak bennünket. Jó, megmutatjuk még egyszer, jó? Ha játszanátok hármasugrást, akkor kettő dalnak az előadóját írjátok meg nekünk, vagy dalcímet, de nem nehéz, tényleg, figyeljetek, ez a beugró. Ez tényleg nem nehéz. Küldjetek el, hogy mit hallottunk. Jó, mi pedig megyünk már is tovább. Kedv van, ez azt jelenti, hogy megjött hozzánk Juli. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli! Hello, jó reggelt! Mi újságban? Hogy vagytok? Nincsen semmi. Kicsit körbenéztünk az előző órában a Facebookon, megnéztük, dúl a háború, kicsit utána jártunk, Tibi atyát nyilatkoztak. Te Oravec Nórás vagy? Én nem vagyok semmilyen igazából. Nem. Uh-huh. De miért szúrja? Oravec Nórát szerete? Szóval, hogy nem. Jó, kösz. Tehát, hogy nincsen kialakult véleményem róla, mert nem olvastam egyetlen könyvét sem. De hát nagyon sokan kedvelik, úgyhogy nem kell azért ezt a csajt annyira. Igen, én csak mondom. Hát az eredetieket nem olvasták. De szemét. Mondom én, nálunk szerepel gyerekek. Masszív karaktergyilkosság. Nagy nap nekem ez a mai, képzeljétek el. Ma talán végre megkapom azt a hatékony migrén elleni gyógyszert, amire egész életemben vártam. Fél évvel ezelőtt kaptam időpontot a mai napra. Ajajajajaj. Na beszélgessünk akkor erről picit. Micsoda? Hát ez csak pár mondat elejéig. Januárban kaptam időpontot, most június. De miért van speciális vizsgálat New Yorkban? Vagy? Nem. Ez csak a körzeti neurológia. Nem mondod komolyan. Fél évet vártál egy időpontot, de miért nem mentél el egy magára? Nem, fél évvel ezelőtt jelentkeztem be, ők akkor kaptam májusra MR-re időpontot, mert hogy feltétel az volt, hogy elmenjek egy MR vizsgálatra. Kérdezted, hogy merre kell menni, és mondták, hogy MR-re? Na jó. Gyerekek, 9 után is penge vagyok. Merre menjek, MR? Igen. Elmentem a vizsgálatra, megvan most már minden lelet, és ma mehetek végre a neurológushoz, aki végre felír valami olyan gyógyszert, ami nem a vény. Hát nem. Vagy azt fogja mondani, hogy nem migrén. Tiltakozom. Ez is simán benne van a pakliban. Vagy elmész, megvizsgál a doktorod, és nem fog vele tudni semmit kezdeni, mert nem, egy csomószor van ez. Igen, persze, van egy... Állj, szót kér. Ugye nyilvánvaló, egy csomószor van az, hogy az ember nem mutat semmit, de migrén az mégis van. Tehát nem feltétlenül kell, hogy meg tudják mondani az MR leletből, hogy neked miért fáj a fejed. De attól még azt a fejfájást el tudják mulasztani jóféle gyógyszerekkel. Tudod, az a bajom ezzel, hogy persze, akinek migrényem, azt tudja, az brutál. Tehát kell szedni gyógyszert, nem tudom, Vikinek is szokott lenni, tehát sötét szoba, hány nyer, fölállni se tudsz, szédülsz, tehát az elképesztő. Csak ugye tulajdonképpen nem szünteted meg az okot, csak a tünetet. Hagyjál már. Most komolyan mondom, nem. Tehát például mondok egy nagyon egyszerű dolgot, ha van egy brutális, olyan felfedezett. Tessék? Igen, mondok egy egyszerű dolgot. Százasszög! Hogy például van egy nagyon brutális rejtett glutén allergiád, ami szépen szétszette a bélbolyhaidat, és eszed a glutént, eszed a fehérlisztet, nem jössz rá, mert nincs semmi tünete, de belül tönkremész. Ez okozhat egyébként nagyon durva migrént. Az okot nem szünteted meg, csak szeded a gyógyszert, ami jó, mert nyilván ne éljen az ember együtt migrénnel, de elmúlik az a vágy, hogy megfejtsd azt, hogy neked miért van tulajdonképpen migréned, mert ez eltűnik az életből. De nem szűnik meg az ok, tehát a testedből nem jöttél rá, hogy milyen jelzést akar adni a migrénnel. Hát az esetek 99%-ként valamilyen oka, a rejtett okarnak van, csak baromi nehéz megtalálni. Igen, hát én próbáltam különböző diétákat. Semmi? Semmi nem hatott. Egy dolog hatott most is, az egyébként mindenkinek merem ajánlani, hogy elkezdtem rendszeresen szedni minden nap magnéziumot, és aztán így most akkor nem heti kettő van, hanem mondjuk csak heti egy, vagy másfél hetente egy. Akkor szedjék kétszer ennyi magnéziumot. De hát ez már jó. Sokkal-sokkal jobb. Magnézium nagyon jó, persze. Ami azelőtt volt, és nekem a neurológus mondta, egy neurológus ismerős mondta egyszer, hogy a magnézium nem olyan, hogy egyszer-egyszer beszedsz belőle, hanem azt folyamatosan kell szedni ahhoz, hogy szinten legyen. És hogy hasson. Igen, aztán egy idő után azért van, amikor már az ember szervezete, hogy túl tolja, és akkor egy kicsit pihentetni kell. Tehát úgy raktál rá, azóta a Viki, mikor teljes volt, szedett magnéziumot, és utána is szedte, aztán elment egy vérvételre, megnézik egy csomó, és rájöttek, hogy így van. Nagyon durván tört van csak magnézium. Oké, drága anyuka, nagyon jó, rendben, egy picit pihentessük a magnéziumot, mert kimutatta egy sima véreredmény, megnézek mindenfélét, hogy picit túltolta, de ha jó, akkor persze szedjél, csak én mennék tovább, hogy mi az Istentől van ez. Hát azért ez nem egy vidám dolog. Tehát ma a nagy fájdalom csillapító nap van erre, várj, meg lesz. Figyelj, aki tudja, aki ezzel együtt élt, ez szörnyű. Borzasztó. Hát vagy csak
egyszerűen arról van, hogy a doktor úr hallottam múltkor a Bondag is megszólalásot, és szeretne vele találkozni. Júlia is MR-ben csinálta már. Volt most valami, olvastam valami cikket, gondoltam rád, nem mentél el? Volt valami nagyon nagy ilyen a szexuális kultúrának azon szubkultúrája, akik szeretik azért a kicsit, ugye, hát, hogy is mondjam, kevésbé természetes dolgokat, egy ilyen kiállítás, egy ilyen gyártelepen, ahol mindenféle ilyen, hát most hogy is mondjam, önmagunkat bántó, másokat szívesen bántó, érted, tehát BDSM, az SM, és mindenféle olyan, amire tökre el tudtalak volna képzelni, hogy elmész, és elmondod, hogy mit tapasztaltál, becsomagoltak egymást, fólia ágyba teszik egymást. Okay, de miért nem küldöd el ezeket? Mert már elolvastam a cikket, és már volt, és az esemény leírásáról olvastam, hogy egy gyártelepen volt, és elment egy újságíró, kipróbálta, kérlek szépen, fólia ágy. Az bizony. 100 000 forint, mint a csirke mellett, lefekszel egy ágyra, ráthúznak egy fóliát, és vákummentesen így beleszívnak az ágyba. Kiszívják a levegőt ebből a lábból. És ott vagy befóliázva. De vagy fóliázva, és azt mondják, hogy a haladók, azok még résre nyitnak a szájuknak. Aha, jó, hát ők bolondok. Igen. Nem, hanem van egy ember, aki egyszer csak leereszti ezt a fóliát, és akkor kapsz levegőt. És viszonylag nagy a lemorzsolódás, de aki túléli, az nagyon szeretik. Ha gyenge kezdő vagy, kezd egy pici lyukat. Neked van egy vákumozód, nem? Amivel szufidálni szoktál. Viszont a megrendelők sose jönnek visszapanaszkodni, mi? Nem. Megnéztem az interneten egyébként 100 000 forint. Én már utána kerestem. Igen. Egy ilyen fólia. Ezért nem tudom fóliálni neked, de is a mester rossz rendezvéről, hiszen nagyon be volt fóliálva. Rohadtul nem tudtam mozgatni a kezem, és csak Viki csak egy pici részt vágott, ahogy tudtam levegőt venni. 100 000 forint egy ilyen fólia ágy, mert hogy van az a fajta, most aberráció vagy nem, tök mindegy, de hát erről beszéltünk, mert semmi durva nincs, embereket befóliáznak, tehát nem mondom durvábbak. aki attól jön izgalomba, hogy egy ágyra lefekszik, és fóliát húznak rá. Hát nekünk van az a zsákunk, amiben téli holmikat szoktunk eltenni, amiből ki kell szívni. Oda kis roventálat 1600 watttal, és ott nyomod, hogy kiszívja a levegőt, de hasonló egyébként. Na és egy ilyen kiállítás volt, eszembe jutott, milyen jó lent volna elmész. Na a legközelebb, hogyha ilyesmit látsz, akkor küldd el. Viszont, nem tudom, hogy emlékeztek-e a történelem előtti időkre a... Hogy nem emlékeztek? Boldog hőskorszakra, amikor még... Ötös vagyok töriben. Ismerkedési céllal jártatok el valahova becsajozni. Voltak esetleg olyan helyeitek? Latex, nem fólia, igen. 8 klub. Ahol tudtátok, hogy jó eséllyel lány találtok, partner találtok. Ilyen klasszik randi hely, ahova elmentünk, és azért mentünk, azért hogy na ma becsajozunk. Igen, így van. Volt-e ilyen hely? Hát, Kolesz. Kollégiumban jártál csajozni. De ott laktál, vagy csak József. Random módon bementél kollégiumban. És benyitottál az első szobában. Maga nem itt lakik, nem baj, még ezt csinálom, ismeretlen kollégiumokba megyek. Ben József fogva nők képzelni, te Nagyvárad térnél. Bementél egy előadásra. Akkor mit csináltál? Bemész és beülsz egy előadásra? Egykori jártak oda, és akkor hát... És viszonylag ilyen 90%-ban ugye óvó nők, azok általában nők. Közt is akkor ilyen... általában ilyen nők. De beültél az előadásra, hogy fölmentél és bekapogtattál szobájukba? Nem, iskolai rendezvények voltak. És akkor úgy. És akkor odaálltál, és beszélgettél velük a óvodai életet. Megpróbált meg cerkámat. Ebben nincsen több. Hát kicsi vagyok, Jani vagyok, pelenkázatok. Zene szólt, meg volt büfé zsíros kenyérrel, meg hasonló. Igen, a Sote például ilyen volt. A Sote klub, elmentél, és akkor ott tudtad, hogy nagy esélye, ha ügyes vagy, akkor ott azért ott az be lehet csajozni. Vagy a, mit tudom én, a Bahnhof régen. Mi az Erzsike? A Bambu, a Sancho, ezek ugye a Porcáj, hát ezek ilyen klasszik híres nagy budapesti. Az Amigo, a Sombrero. Volt ilyen, hogy Bambu, Sancho, Porcáj, ezek voltak ilyen szórakozóhelyek Budapesten, és hát vagy Sote, és akkor hova menjünk? Ugye ezek voltak a klasszik szórakozóhelyek. Hát ott azért úgy lehetett aratni. Na, mert amióta nem vagyunk a halpiacon. Igen. Azóta nyilván sokat változott a világ, most már egy csomó alternatív ismerkedési program áll az emberek lehetőségére. Én egészen véletlenül futottam bele egyébként egy dob be a közösbe a barátodat vagy a barátnődet programba. A véletlenül. Jézus Atya úr. Ilyen nem volt a történelmi És akkor gondoltam, hogy esetleg ennek vannak mélységei, amit érdemes lenne megnézni, hogy mik vannak még. De egyébként ez az este ez úgy alakult, hogy egy barátommal találkoztam, egy haverommal találkoztam meginni egy üdítőt, és mondta, hogy lesz egy házi buli, hogy ugorjunk már be, mert lesz ott egy csomó ismerős.
Felmentünk. Nem, házi buli, bocsánat. Igen, ez egy házi buli volt. Házi buli. Aha, házi és buli. Bementél, és azonnal... Nem. És ott volt egy csomó ember, kint álltam a konyhában. Milyen korúak? Várj, ez hogy indult? Tehát a korunkbeliek, 40-esek, klasszik ilyen, kicsit elfáradt családos 40-esek, akik ilyen egzisztenciális válságonak is keresik az újat. Hát mindenféle ilyen 25-től 35-ig, 40-ig. Nem, csak azért nem mondom, hogy 25 évesen valaki még ebbe család nélkül, tét nélkül beleugrik, vagy az a klasszik 40-es korunkbeli, aki keresi a kihívásokat, kicsit az újat. Várj, nem az, amire te gondolsz. Mert hogy, ott, igen, mert hogy ott hát álltam, a vágyai az embernek előtörnek. Ugye? Hát gyerekek, te. Én speciál a konyhában álltam egy pohár borral, amikor odalépett hozzám egy fiatal ember, elkezdtünk beszélgetni, és 10 perc után mondta, hogy akkor ő elkérni a telefonszámomat. És mondtam, hogy hát figyelj, nem adnám meg, mert én férnél vagyok, meg van két gyerekem. Mire kicsit felháborodottam, mondta a srác, hogy akkor mit keresek itt. Na várjál, csak hogy tisztázok, bocsánat, én picit leestem alulról. Mert... Mondom, tehát hogy igen, én is de... akkor estem le alulról, mert hogy mondta, hogy ez, hogy nem, akkor ezek szerint nem tudom, hogy ez egy olyan este, ahol a házigazda egyedülállókat hív, és minden egyedülállónak kell hívnia egy ellenkező nemű egyedülállót, tehát kell hoznia magával egy barátot vagy egy barátnőt. Ja, értem, tehát kicsit olyan, mint a ruhacserevere. Igen, tehát mindenki hozza a volt pasiát, volt barátnőjét. De nem vagy kritérium, haverje... hogy mi együtt legyünk jelen pillanatban. Nem, mindenki legyen egyedülálló, és akkor sok jó ember, sok egyedülálló ember összejön egy térbe, és akkor mindenki ismerkedik mindenkivel. Maga az ötlet egyébként, ha most nem azt nézzük, hogy húspiac jellegű, hanem egyedülálló szingli pasik csajok ismerkednek egy lakásban, ez egy működőképes dolog. Én ez jó. Korábban ilyesmiről nem hallottam, de hogy egyébként ez mostanában már nagyon divatos. Úgyhogy aztán végül is viszonylag hamar olajra léptem, mert tényleg nem volt ott túl sok keresni valom. Valószínűleg a haverom is egy kicsit félreértelmezte egyébként ezt az estét, mert neki csak a barátja annyit mondott, hogy lesz ott egy csomó egyedülálló facércsaj, be lehet csajozni. De azt nem tudta, hogy ez egyébként egy kritérium, hogy mindenki legyen egyedülálló, és egyedülálló barátot vagy barátnőt hozzon magával. Hát most egyébként azt mondasz, amit akarsz, hogy ki ellenőrzi, le, nem? Most oda megyek, van feleséged? Nincs. Na, akkor gyere. Szóval, hogy jó, igen, persze, de hát nyilván érthető, hogy nem maradtál. És lakáson belül csinálják? Nem csinálnak semmit. Nem úgy értem, hanem a lakáson belül de milyen a fantázia? Kimondom, hogy csinálják, és egyből arról. Úgy értem, hogy magát a randi levezetést. Igen, ez egy házi buli. Házi buli. Igen, hát ez egy ilyen ismerkedési est. Komolyan mondom, miért nem volt ilyen a mikorunkban? Nem? Hát miért nem volt ilyen? Hát házi buli volt, de nem ilyen. Mi hiányzik? Ez pont ez az internet. A felület. Mondjam, ma mányi időt. Ez az internetes felület, hogy most van egy egyedülálló ismerős anyukánk, aki fölment erre a T-betűsre, és ott konkrétan az van, hogy egy mondat után mindenki arra tér rá, hogy nálad vagy nálam. És kész. És ha nem, akkor már le is pattantak egymásról. De mi van a romantikával? Mi van a randival? Majd romantikázol később, 18 évesen. Tudod, kit érdekelt a romantika? Na jó, de ide azért, a Tindert mondod? Azt. Tehát ide klasszik ház, tehát megcsalók mennek föl, nem? Párban vagyok, de tinderezem, vagyis... Nem csak pár van egyedülálló is, de valóban, de ott érted... De nagyon arról szól. A Tinder az nem arról szól. A viszony az szól arról, hogy ott, hogy párok... Igen, a Tinder az amikor az egyértelműen azért mész föl, igen. Párkereső, tehát ott nem kell, hogy neked partnered legyen ahhoz, hogy regisztrálhass. Nem, hát pont ezt mondom, hogy egyedülálló is tud, meg olyan is, akinek van férje, felesége. A lényeg a szex. Igen, a Tinder az ugye nagyon egyértelmű. Minden ezzel az nagyon jó szólás. Ha nem maradszatok, elkezdek jegyzeteni. Ti annyit tudtok erre a témáról, hogy én igazából hozzá se tudok szakolni. Tamás, Ilona. Ja, Istenem, hát én ebben nem veszek részt, ebben az erkölcsi fertőből, hogy emberek felmenek internetes honlapokra, ahol egyébként aztán szexet beszélnek meg. Hát hová tart ez a világ? Ki akar egy ilyen csúnya világban élni? Szörnyű. Nem, a lényeg az egyébként, hogy egyre több olyan fórum, program lehetőség van, ahol egyedülálló emberek ismerkedhetnek, és itt most már tehát nem arról van szó, hogy lemész a nem tudom melyik romkocsmába, és akkor ott próbálsz becsajozni, hanem tematikus programok vannak arra, hogy te odamész, és ott esetleg megismerkedhetsz. Vannak csillagnéző túrák például, már szerveznek ilyen programokat. Megmutatom a Vénuszomat, nem ilyen. Gyere, nézd meg a kis Jupitert, nagyon játékos. Elmehetsz kirándulni egyedülálló nőkkel, férfiakkal, és akkor esetleg ott nézitek a csillagokat, és akkor egymás mellé. Én szerintem tök jó. Egy 40-esnek, aki nem jár ismerkedni, effektíve sokszor lehetetlen az, hogy valahol megismerkedjen. Mi történik? Most nézzük meg egy klasszik 45-50 évesemmel. Munkahely, ha van, ott mondjuk nincs senki. Dízsibe szórakozó erre már nem, hiszen hülyén érzed magad, fiatalok vannak, nem vágysz rá. Mire vágynál? Értelmes emberekkel egyébként való egy jóféle programban részt venni, ahol aztán olyanok mennek, akik nyitottak. Igen, mennek 100%-ig, hogy kell, de értelmesebbek csillagot néznek, ide mennek, oda mennek, lehet velük beszélgetni, ha kialakul ki. Csak jó csillagot néznek. Ez nekem ez tetszik. Szimplán annyit jelent, hogy a lány hanyat fekszik. Ne, Jani, de ne! Csillagot találkozik 10 közé.
középkorú ember, 40 éves ember a János egyik kilátó alatt, felsétálnak, dumálnak egy ott, ha valakivel van kémia, elkérdez a számát és randiztok. Hát ez nem azt jelenti, hogy elkapom a sövénybe a bokorba. Persze. Miért? Te meg a János egyik kilátó, de se talál. Az most mit micsoda? A legnagyobb oda talál, de nem talál vissza. Sziasztok, itt vagyok a János egyik kilátónál. Tudtak annyi taxi telefonszámot. Hogy néz ki az János egyik kilátó, Balázs? Hát egy nő áll olyan, mint hogy a kezében lenne, mint egy hatalmas sörnyitó, nem? Nem magamról beszélek, hanem arról, hogy effektíve a korunkbelieknek, ha mondjuk nem mész föl ilyen honlapokra, mint a Tinder, ami azért tényleg nagyon durván a szexről szól, és ha valakivel két randi után még nem fekszel le, akkor kizárnak nagyjából. Nem nagyon van értelmes program. Nem nagyon van értelmes program. Hát nem feltételezzük azt, azért mindenkinek az a jó, hogy fölmegy, aztán ide hatalra repülnek. Van, aki még elmenne valahova, és ott megismerkedne normálisan valakivel, nem? Igen. Erre nincs nagyon lehetőséged. Nagyon sok 40-50-es ismerek, aki baromira szenved, hogy hol találja meg az újabb nagy szerelmet, mondjuk egy válás után. Nem? De. Kösz. Tovább víve ezt a fonalat, alternatív ismerkedés programokat néztem, és belefutottam egybe, amire el is mentem. Nyilvánvalóan én nem akartam ismerkedni, és ezt a szervezőknek is jeleztem, hogy én tulajdonképpen megfigyelő jelleggel mennék oda, de azt mondták, hogy semmi probléma, menjek el, nézzem meg. Ennek a rendezvénynek az volt a neve, hogy Tantra Randi. Vajon mi történik? A Tantra Randi... A Tantra az Szex nem, is van, nem? A Tantra Randi nem egyenlő a Tantra Szexel, előjáróban ezt nyilván elárulom, a isteni szeretet útja. Ez az este, ahol nem a fizikai együttléten van a hangsúly, hanem a lelki kapcsolódáson, az energiacserén. Ez nekem való, a szeretet, már látom. A szeretet energiák adásán és befogadásán. Tehát ez egy magasabb ilyen spirituális. Hát ahogy maga a tantra szex is egyfajta spirituális együttléten. Amiről nincs kufirt a tantrában. De csak egy mélyebb valóságot élsz meg a szexben, mint gyere kicsim fordulj meg, támaszkodj a hűtőre. Amitől például nem néztek, nem nyúltok egy ideig egymáshoz, levetkőztek, egymás szemébe néztek, közeltek, tehát meg föl van építve a tantra szex egyébként. Na hát ezen a gondolat... Sokáig van ennek egy hibrid változata, és amikor ugyanezt csináljátok fent a János egy kívül. Csillagnézést közben. Mondjuk, igen. Szóval ezen a gondolatmeneten indulj el. Ha tudod, hogy mi az, hogy tantra, akkor nagyjából tudod, hogy itt mire számíthatsz, vagy legalábbis milyen gondolkodású, milyen beállítottságú emberekre. Várban volt ez a program. A program szervezője Gyuri, aki szerintem két Antra lépésre áll a megvilágosodástól. Ő jelezte, hogy úgy készüljek, hogy itt lesz 15 férfi, meg 15 nő, és akkor különböző érdekes gyakorlatokat fogunk végrehajtani. De sajnos 14 nő nem tudott eljönni. És ott álltál egyedül. Ezúttal sem. Ennek is megvan a nevem, a szakzsargonban, nem mondjuk. Igen? De ha már ott voltatok. Igen, elmentél? Megérkeztem a programra, beléptem az ajtón, ott ült Gyuri egy ilyen bő gatyával. Lakásház? Ez egy lakás, lakás. Igen, egy lakás, egyébként egy szuper jó lakás, tehát olyan, mint egy ilyen templom, nagyon-nagyon érdekes a hangulata volt az egésznek, mindenhol égtek a gyertyák. A lehetetés meg jó, volt, jó van. Ez bírom. Jó hangulatú volt. Beléptem a lakásba, és volt ott az előszobában egy ilyen kis asztal, ott ült Gyuri, aki egy ilyen földön... Az asztalon? Nem. Ja. Földön túli mosolyjal fogadott, és azt mondta, szervusz, és abban a pillanatban oda lépett hozzá. Kimászott valaki az asztalon. Gyuri pedig csak annyit mondott, köszönöm, Cindy. Igen. Várj, oda lépett hozzám, és megölelt, és így hosszan ölelt. De egy tök idegen ember. Ebben a pillanatban éreztem, hogy nyilván ez a program nem azokban... Hogy eltűnt a táncát. Ebben a pillanatban éreztem, hogy eltűnt a Mastercard. Nyilvánvalóan ez a program nem való azoknak, akik... Ebben a pillanatban éreztem, hogy valami a fegyveres testület tagja lett, hanem nagyon nyomott a pisztolyt heske. Hogy ez a program nem való azoknak, akik egyszerűen nem bírják azt, hogyha valaki belép a személyes terükbe. Mert hogy itt mindenki egyébként a következő 4 órában az ember, a másik embernek a személyes terében mozog. Tehát téged leverne a vizet. Nem, egyébként nekem ez az imidzsem, de nem. Tehát a nadisok is például, minden avatás után, így van, a nadisok is, amikor belépsz valahol. Ma egyszer látalak ölelkezni. Hát én voltam ilyen nadi, engem nem ölelkezni. Egyszer egy kitelepülésen a tükörre. Miért tudom, hogy mit akarsz mondani? Egy életadságú Balázs Molinó. Egyszer dédelgetének hajszállító. Nem, a nadisok is például
öleléssel köszönnek, az avatást úgy kapják meg, ott megölelsz mindenkit. Hát én voltam ilyen, Nadine engem nem ölelgetett senki, tehát valószínűleg. Persze, mert hárman próbáltak letepelni azért. Egyszer elmentem. Mert rákérdeztem a számlára. Aztán adnak el róla. Nem állatok is, csak a nőket ölelgette a Gyuri. Nem, van ölelés. Fogadjuk. Nem. Várjál, na, úgy ki, de akkor te ilyen ölelkezős vagy. A Nadinál például engem egyáltalán nem zavar. Igen, mi a barátaimmal is megöleljük egymást. Tessék? Igen, Gyuri megölelt. Gyuri megölelt. De aztán bekísért a konyhába. Igen, vicces volt, mert ott van egy csomó ember. Kicsit összegyűlt a mosatlan, ha már itt vagy. Mindenki ült a földön, szeletelték az almát, a narancsot, a különböző ilyen kis bőségtálakat. Mert hogy mondták, hogy nyilván a négy órás randi alkalmával fél időben van egy kis pihenő, és akkor ott lehet enni, inni, úgyhogy ezt készítették elő, hogy utána már ott ne kelljen szeletelni. És a lényeg az, hogy minden férfinek kellett hoznia magával egy szálvirágot. Wow! És ezt a szálvirágot betették a szoba közepére, egy nagy kaspó, egy nagy vázába, és akkor leültünk körbe. Egyébként nagyon különböző féle fajta emberek voltak, elég különböző korosztály volt, magas, alacsony férfi, voltak nagyon-nagyon csinos nők, voltak nagyon egész helyes pasik. Voltak egész ellelakottak. Csigahajú húzdriak, persze. Voltak mután is, a lepukkantak. Igen. És akkor Gyuri ugye feltette az elején a kérdést, hogy milyen érzések kavarognak bennetek most? Beszéltek róla egy kicsit. Kicsit falik, már hogy az egy nagy darab ember kijöjjön a budiról. Megtartott az alma. Igen. Kiderült, és mindenki elmondta, hogy miért jön. Mindenki elmondta egy mondatban, hogy hát sziasztok, Juli vagyok, és tele vagyok kíváncsisággal. Tudták, hogy az a Juli vagy? Kérdezték, hogy szóba jött? Na hát kiderült, hogy és akkor úgy folytatódott. Egyébként mindenki tele volt várakozással. Egy csomóan voltak mondjuk a csapatnak a 90%-a, aki ilyen visszajáró vendég, tehát ők rendszeresen visszajönnék, mert hogy ez olyan élmény. Mondták az elején. Aha. Hozhatom az antiallergén latex kotonok. Figyelj, egész megszólás az egyensúlyozásról. Szóval finoman, csak finoman. Szóval is Gyuri mondta, hogy akkor először is minden lány válaszol a középső nem. Hatot tudnék rámondani, nem. Hagyják, ha mondja. Igen. Vázából egy virágot. És akkor így véletlen személy, senki nem tudta, hogy ki melyik virágot hozta, hogy akkor válaszunk egy virágot, álljunk körbe, és a virág tulajdonosa álljon meg velünk szemben. Wow! Kiválasztottam egy szép sárga virágot, beálltunk középre körbe, egymásnak háttal, és akkor megjelentek velünk szemben a pasik. És akkor Gyuri mondta, hogy akkor most ez egy nagyon nehéz feladat lesz, de a dolgotok csak annyi, hogy 2-3 percen keresztül némán álljatok, és nézzetek egymás szemébe. Mindezt így, ilyen hangsúlyában? Igen. Igen? És akkor álltunk, és néztünk egymás szemébe. Kivel? Az adott emberemmel, Gyuri akinek... Mindenki behenéz egy Gyuri szemébe. Akinek a virágát választottam. Ki állt szembe veled? Tehát egy pasi? Igen. Jó, tehát a nők álltak középen, és velük szemben álltak a férfiak. És csak néztétek egymást. És néztük egymást. Álltunk némán. Én itt ezen a ponton éreztem azt, hogy én nem vagyok kellően spirituális lény. Azért, mert azt gondolom egyébként, hogy ugye ők úgy vannak vele, hogy a beszéd csak mindent összezavar, nem kell kommunikálnunk, hogyha köztünk lévő energiák jól passzolnak egymáshoz, az így úgy is kiderül. Uh-huh. Én nem érzem azt, hogyha valakinek bámulok bele az arcába. Semmi? Attól én semmi. Nem jött, de hogy nem, ott állt, jó pasi volt, rossz, középkorú, idős, fiatal. Figyelj, probléma szerintem Achilles pontja az, hogy van 15 férfi ott, akiből mondjuk 2-3-4 olyan szimpatikus, hogyha egyedül lennék, akivel úgy szívesen szóba állnék. De nem csak azzal a 2-3-4-jel kell neked gyakorlatokat csinálnod, hanem az összessel. Ja, értem. Aha. És az a lényeg, hogy... Előítéletes vagy. Nem vagyok előítéletes. Lényeg, az álltunk egymással szemben úgy kellett üdvözölni egymást, hogy üdvözlöm a benned élő Istent. Mire ő válaszolta, üdvözlöm a benned élő Istent. Egyre jobban tetszik, nagyon beteg, imádom, mindenféle szélsőséget nagyon szeretnek, nagyon tetszik. Minden, ami kimozgat a komfortzónádból, az jó, igen. Álltunk egymással szemben, és akkor néztük egymást, és akkor Gyuri egy ponton egyszer csak csilingelt egyet, és akkor a csapat ment egyel tovább. Mi álltunk tovább, és igen, egy kis csengettyűvel. Harpofával, hárfám. Egyet csengetett, és akkor az előttem lévő férfi mosolygott, egyet meghajolt, és ment tovább a mellettem lévő nő elé. És elém egy új pasi került. És akkor utána jöttek a páros gyakorlatok,
És onnantól kezdve kezdett kicsit bonyolódni a dolog, hogy kapcsoljuk össze a szívcsakráinkat, és képzeljük el az energiamezőt, ami a másik körül megy. És akkor az egymás mellkasát, akkor az ember összeérinti, vagy a saját mellkasát oda nyomod a másikhoz, hát, vagy hogy? Például volt olyan gyakorlat, hogy akkor a elején még ilyen kezdő gyakorlatokkal, hogy álljunk egymással szemben, és a tenyereinket ne érintsük össze, csak itt tartsuk egymással szemben. Uh-huh. És akkor fogadjuk be az energiákat, illetve adjuk, és aztán, hogy vegyünk láthatatlan energiagömböket a kezünkbe, és simogassuk végig. És mi bajt azt mondod, hogy köszönöd, elég, akkor elmehet? Azt mondták egyébként, hogy semmit, olyasmit nem kell megcsinálnod, amihez nincsen kedved, de nyilvánvalóan ott ülsz a füstölő illatban, meg a gyertyaszakban, meg a szitárzenében, és azt mondom, hogy bocsika, én hátrélépek. Volt, aki félreült, vagy mindenki csinálta? Nem volt senki olyan, aki félreült, de nyilván az, hogy te most beledőlsz-e a pasinak az ölébe, vagy nem dőlsz bele, mert volt ilyen gyakorlat is, hogy hátra kellett dőlni. A férfi ült a földön, és akkor hátra. És mintha kvázi elkaphat, tehát így beledőlne. Dőlnél bele. Mindezt egyébként teljesen felöltözve ruhába, igen, tehát semmiféle intimitás, nem, igen, kellett semmit ledobni. Nem, semmit nem kellett ledobni, hogy te hol húzod meg a határaidat, ez rád van bízva. Ha te ott úgy érzed, hogy ez neked már kellemetlen, akkor ezt finoman jelent. És hova fut ki? Tehát hol a vége? Igazából a még egy pár szót arról, hogy miért volt ez nekem egy picit... hogy is mondjam, komfortzónán kívüli élmény, és nem nagyon tudtam vele mit kezdeni. Minden ilyen kis gyakorlat végén az egész gyakorlatot azzal zártuk, hogy megöleltük a másikat. Mondjuk volt ölelkezés, bőven volt ölelkezés, és akkor egy olyan nagyon jó, nagyon 20-30 másodpercen keresztül állsz egy vadidegen emberrel, akinek még a nevét se tudod. Rettenetesen meleg volt, tehát mindenki csatakosra volt izzadva, tehát ez egyébként egy borzasztó dolog, és egyébként ezek közül az emberek közül volt olyan, akit nem szívesen öleltem volna meg, sőt volt egy pasi például, aki kifejezetten büdös volt. És hát akkor őt is így áld. És de miért nem tanulod meg elfogadni a másikat? Olyan ez nyilván egyébként erről szól, igen, hogy ezeket a fajta előtét, ez ne törődj vele, vetkőzz le, öleld meg. Nem akarok büdös embert. Nem. Mindannyian Isten teremtője vagyunk, a büdösök is. Nem, egyébként minden férfinek jó szaga volt. Volt egy olyan pasi, akinek nekem nem tudom, nem de fél óra után megkérdezte Gyuri, hogy na, ki a kakuk tojás? Azt mindenki győző, a bűnös! Honnan tudod, hogy így hívják? A program az elvileg egyébként arra fut ki, ja, és akkor volt egy olyan kis szünet, amikor kimentünk, megettük a kis bőségtálakat, ott már láttam, hogy mindenki nagyon emelkedett hangulatban van, és hogy már nagyon sok szeretett energiát kapott, illetve adott, ott már mindenki kint is ölelgette egymást, és mindenki nagyon boldog volt, hogy ott lehet. Visszamentünk, megcsináltuk a második kört. A történet arra fut ki, hogy ha te úgy érzed, hogy valakivel együtt rezegtél, a csakráitok jól összekapcsolódtak, akkor a program végén oda mehetsz hozzá, és elkérheted a telefonszámot. És győző oda ment hozzá. Én szerintem egyszerűen egyébként nincs baj. Beteg a sztori, így elmondod. Ez nem ennek egyszerűen nincs baj. De egyébként meg, hogy tudták-e, hogy ki vagyok. Szóval, hogy álltunk tök csöndben, szól az szitárzene, amikor csenget a Gyuri, szitározott kicsit. És egyszer csak elém áll egy férfi, és azt mondja, morning show. Új, de jó! Benned élő morning show. Te vagy a naphallgatója, de most ölelj meg! Nem tudom, miről beszélt. Tényleg mondta neki. És aztán jött kettővel odébb egy újabb férfi, aki belépett elém, és ilyen huncuk mosoly, azt mondta, hogy nagyon ismerős a hangod. Nem tudom, miről beszélt. Tehát végig próbáltál inkognitóban maradni. Igen. Nagyon jó. Az egész este egyébként érdekes volt. Ugye utána megint körbeültünk, Gyuri megkérdezett megint mindenkit, hogy és most milyen érzések vannak benned. Mindenki elmondta, hogy fel vagyok töltődve. Nem, a Gyuri hallgatja az adást, finoman totál hülyének van ábrázolva. De egy újabb karaktergyilkosság. Gyuri szerintem egy ilyen... Gyuri a debil a sztoriban. Nem. Úristen, mennyire nem lennék Gyuri. És időnként az ápolónő letörölt a nyálát. Gyuri szerintem egy ilyen nagyon... Hát nyilván sokkal magasabb spirituális szinten van, mint én nekem. Mennyi biztos... adnak egy ilyet körülbelül? Tehát árban. Egy ilyen, én úgy tudom, egy ilyen 4 órás program, az 4000 forintba kerül. Hát az nem sok. Micsoda? Hát volt 30 ember, 120 rúgót keresett vele a csávó. Nem ez a lényeg, Feri, nem lehet mindent így nézni, hogy mennyit keres egy Gyuri. Hát ha neked ezzel közben a életet Nem. Egyébként azért tévedsz, mert hogy egy csomó hasonló szörű ember volt ott.
és tök jó fórum volt ez arra, hogy ők ott megismerkedjenek. Erre azt mondjuk, igen, hogy ez egy normál dolog, hogy a benned élő Isten ölelgessed meg, igen, az idegen embereket. Négy ezer nézzél egymásra. Beszélgessél egy agyvérzéses. És miért hülyebb? Nem beszélgetsz, pont ez a még nem is beszélgethet. Csak ez a világ, hogy gyere tinderezni, aztán tinderezzünk, csak az asszony ne tudja meg. Nem, nincs a benned élő Isten egy ölelés, és valakivel együtt rezegsz, odamész, diszkréten elkéred a számát, fellevitáltok a normafára. És nem is feltétlenül a baj, partner keresés a célja ennek az estének, hanem sokkal inkább ezeknek a pozitív energiáknak az adása. Csomagolhatod, ahogy akarod. Hát, tök mindegy. Én ezt bírom. Szerintem tök jó, hogy vannak ilyen programok vagy fórumok. Nyilván nem való mindenkinek. Érdekes volt. De tök igaza van. Igaza van. Hát nektek ez nem való. Ez nem normális dolog. Mi a normális? Mondd meg nekem, mi a normális? Azt nem tudom, mi a normális, de ez nem az az egész. Ezek aztán meggyőző érvek. A Tinder se az, de az, hogy nem beszélsz három mondatot. Egy lakásban nincsen légkondi, csatakíz a győzőkkel ölelkedhez. Van egy Gyuri, aki egyébként szerintem az egészet kamerával rögzítette, és ma este már ő arra érzi, ma jó magát. Remélem, be van kötve egyébként. De közben felejtsük egy Gyurit meg a meleget, ha közben valakire ott rárezegsz, és mondjuk érted, megtalálsz valakit, aki utána szerelembe esel, és megtaláld életet, mondta a párját. Egyébként, hogy vannak tantra babák már. Hogy nem? Vannak tantra babák. Nem, akik ilyen tantra rakon is megkedtek. Én ezt bírom. Persze, és a végén mondtam nekik, kasszafemülői 102, igen, az adószám nem kell. Na, érdekes, izgalmas este volt. Jó van. Tök jó. Ne csodálkozunk a migréneden, de tök jó, hogy elment. Győzön, ne vedd magadra, és egyébként meg szódabikarbonás dezodort kell használni. Nekem az bejön. Nem ő volt. Gyerekek, a büdös ember ugyanúgy ember, csak büdös. De nem ő volt, és az se volt igazán büdös. Aha, csak más. Csak más, persze. Csak más volt. Én ezt nekem nem. Gyerekek, én a szolgáltatóiparból ilyenek masszíroztatnék, tantramasszát, csak bármi hozzám egy Juli nevű hallgató bejön. Nem, szárva vagyunk, még nem kell, engedj mindegy, egy sold out eladva, nincs kész. Sehova nem fognak beengedni. Hát remélem, hogy de. Na jó van, Juli, köszi, hogy elmondtad. Puszilunk, ciao, hello, hello. Tök jó. Jó. Tök jó. Hármasugrás játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok! Ádám! Üdvözlöm, igen, a benned élő Istent, Ádám! Ölej meg, Ádám! Ölej meg! Ölej meg! Figyelj! Milyenek a kérdések, Jani? Könnyű. Mehetünk, Ádám? Persze, mehetünk. Így szól az első. Melyik világhírű építmény nevezik öreg hölgynek is? Eiffel-tornyát. Ennyi! Ki segített? Hát így körülbelül 16-an. 16-an. Munkahely? Igen. Így szól a második kérdés. Menjünk tovább, persze, nyilván gondolom, nem? Persze. Hol élnek a szépia nevű élőlények? Húha. De ütitek a gépet. De ütitek, úristen. Ki van az utasítás? 16-an vagytok, senkire? Vízbe. Hol? Vízbe. Ennél kicsit szűkebbre vettük volna. De inkább az van, hogy kicsúsztatok egy picit az időből. Tengerek, óceánok, ezt kellett volna. Mert hogy egy tintaharról van szó, egy közönséges tintahar. Tintahar. Hát sajnálom. Ádám, elbúcsúzunk. Hát köszönöm szépen, legközelebb. Legközelebb, jobb, csókoltatunk mindenkit. Köszi szépen, sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Oravec Nóra egy picit tépelődő típus, rájöttem, ugyanis dedikált neked egy könyvet, felrakta a képet a Facebook oldalára, aztán levette. Igen, mert végighallgatta a beszélgetést, igen, ami róla úgy szólt. Tűnik, úgy tűnik, mert eredetileg az volt a könyvre írva, hogy kedves Balázs. Drága Balázs. Vagy csak mondom el, hogy már tudom. Ja. Ja, akkor meg is vagy. De már levette azóta. Levette? Levette azóta. Na, ha ő is még úton van ezek szerint. Drága Balázs, annyira köszönöm, hogy... Ezt felrakjam, vagy ne rakjam, nem. Vagy most mi legyen, vagy megköszönjem, ne köszönjük. Annyira köszönöm, hogy nem kell csalódnod bennem. Köszönöm, hogy kiálltál mellettem, Nóra. Aztán rájött, mert most már az van, volt. Igen. Végighallgattam a megszólást, rohadjál meg, te személy. De miért? Nem mondtam. Nem mondod semmit egyébként. Jól van, Nóra. Jól van, akkor lehet ezt így csinálni. Leszünk barátok, ha levetted. Ha így, hát így, akkor nem fogom megírni az előszót a következő könyvekhez. Na, 3-4-10 pontosan jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatai van.
3:10 múlt pontosan 4 perccel jönnek már is a nap legjobb pillanatai a foci EB-ről. Beszélgettünk kora reggel, és nyilván kicsit rájátszunk, hogy hülyék vagyunk, de egyébként vidáman nyíltan vállaljuk, hogy nem értünk a focihoz. És mi előszeretettel rángatjuk egymást bele abba a jó mély szakadékba, vagyis hívjuk fel arra a figyelmét a hallgatóknak, hogyha mondjuk egyikünk nem tud valamit, gyorsan belerángatja a másik kettőt, hogy kiderüljön, ők se tudják. Tele vagyunk kérdésekkel a foci EB-t illetően. Előre mondjuk azoknak, akik esetleg nem hallották a megszólalást, hogy foci drukkerek, futballszeretők, nem szabad felhúzatok magatokat azon, ha laikusok beszélnek a futballról, mert hát nem ért mindenki a focihoz, és mi ezt nagyon vállaljuk, tök hülyék vagyunk. Van, meg a lényeg úgyis csak az, hogy ráj, hungaráj. Ahogy ez fel van írva egyébként a magyar labdarúgó válogatott buszának az oldalán. Átnéztük az esélyeket, föltettünk evidens kérdéseket, amikre nem tudtunk válaszolni, esélytlatolgattunk. Vagy rosszul válaszoltunk rá. Vagy rosszul válaszoltunk, esélytlatolgattunk, de egy a lényeg, hogy szívvel lélekkel drukkolunk a magyar válogatottnak. És ezt komolyan mondom. A végén ide lyukadtunk ki. 38-40-42 év után ez most egy nagy közös kollektív élmény kell. A mi szurkolásunk ugyanolyan fontos a magyar válogatottnak, mint azé, aki ért hozzá. Tök hülyék vagyunk. Lyuk. Hajrá, fiúk! Na, tehát mondom én, hogy hülyék vagyunk fociból. Halljátok. Szóval foci EB-ről beszélgettünk korra reggel. Talán tényleg a busszal indultunk, mert elkészült a hivatalos busz. Szép lett. És aztán pedig a Facebookon terjedő balhéról beszélgettünk, úgy áll a Facebookon, mert a Jorovec Nóra és Tibi atya, vagy Tibi atyáik egymásnak estek egy megjelent könyv kapcsán, és hát végül is Tibi atyáik aztán megszólaltak nálunk. Mi Nórát is szerettük volna megszólaltatni, csak nem értük el tegnap, úgy lett volna igazságos, de Tibi atya, földi helytartója elmondta, hogy mi is volt a baj, és mi is volt a balhé pontosan. Aztán hát próbáltuk az ügyet egy kicsit megfejteni, és Nórát is bemutatni egy kicsit jobban azoknak, akik kevésbé ismerik, valamint hallgatóink is bebizonyították, hogy mindenkiben él egy Jorovec Nóra. Ugye? Vagy kettő. Vagy kettő. Kiből mennyi fér. Kiből mennyi fér. Így van, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Mondtuk mi, hogy mindenkiben ott van a Nóra. Igen, ott van. Hát Nóra azóta se rakta vissza egyébként a képet veled kapcsolatban, nem találta a megfelelő idézetet. Felrakott egy képet, nekem dedikálta, hogy megvédtem, aztán 10 perc van leszette. Mi történt? Hát semmi, megértette, amit mondtál. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Hát én eddig nem tudom, csak egy bambán mentem bele a nagyvilágba, egy irányba, hülyén. És ma reggel köszönhetően nektek és hát hallgatóinknak. Rájöttél, tudod, hogy benned is van, benned is van. Annyira bölcs lettem. Ezeket megjegyeztem, mint persze. Kiírtam magamnak. Hívunk is egyet, még ilyet, aki egy hasonló SMS-t írt nekünk. Hívjuk a nap hallgatóját. Hello. Hello, jó reggelt. Ciao. Balázs, Morning Show, szia! Szevasztok! Mi a fáj a kis Balázs? Há, hogy vagyunk? Mi történik itt a Morning Show-ban? Jani Feri, mint Balázska! Hogy hívnak? Hello! Szia! Itt vagy, hogy hívnak? Itt vagyok. Peti vagyok, sziasztok! Peti, hello Peti, jó reggelt neked, ciao! Nem mondtad a Morning Show! Elfelejtetted, hogy írtál SMS-t. Teljesen elfelejtettem, most fagyit készítünk pont. Komolyan? Na. De nagyon helyes vagy, hogy így megörültél nekünk, ez nagyon, nagyon tetszett. Hol csináljátok ezt a fagyit, hol hallgattok minket? Nyíregyházán. De jó a hangulat a munkáján, ahogy halljuk. Jó, kérdés, hogy jelenne, jó. Egész nap csak dolgozgatunk, fagyizgatunk, így vagyunk itt. De jó. És milyen fagyi készül? Mondj egy-kettőt. Most épp egy Hajrá Magyarok EB 2016. Fehér csoki alap, pisztáciával, meg eperrel. Azt hittem fájdalomcsillapító lesz benne. Különböző kis bogyókat beletettünk. Na, hát ez jól hangzik. Már hajrá, magyarok fagyi is van. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Egyébként ezt így kell. De jó hangzik. Cukrászok vagytok, vagy ilyen vállalkozókedvű hentesek? Cukrászok. Inkább hentesek. Néha egy kis lovattal darálunk, ami is jön. Jó van. Jó van, írtál nekünk SMS-t, ugye, mert arra kértük hallgatóinkat bizonyítsák be, hogy mindenkiben elveszett egy Jorovec Nóra. Te röviden csak annyit írtál, nagyon szerettük, amióta jógázok, kijönnek a jógázok. Nagyon szerettük az SMS-t, de nem mondtad. Nem mondtad, hogy Morning Show, hogy nem tudunk ajándékcsomagot adni, még úgysem, hogy nagyon örültél nekünk, és ez igazán jól esett. Jó van, köszi, szép napot nektek. Köszi, hogy minket hallgat. Ciao. Hello. Sziasztok. Jó munkát. Hello. Csabikám, remek zenék?
Hozom most nektek a Kensingtont, klassz nyár 2016, régen beszéltem róla, de most meg kell említenem, mert hogy a Kensington az a zenekar, akik tavaly itt élőben zenéltek itt az előtérben, piros műsorában, és most a pirosnál van a játék, és tehát a klassz délutánban van a játék, és a debreceni Kensington bulira lehet belépőket nyerni, úgyhogy tessék figyelni, most meg nálam a Riddles című dalt meghallgatjuk tőlük, jó? Itt voltak, aki azóta se értik, hogy ne dinner rádióban, hogy ez mi volt, gyerekek, mi volt, ahol voltunk. Rádió, Jézus Isten! Zseniálisan. Körülményekhez képest is zseniálisan. Nagyon jól mondod, nagyon a körülményekhez képest így van. Jól van, Csabikám, meghallgatjuk, jó munkát neked. 555-55-00 a telefonszám, jövünk holnap 6-kor. Szevasz, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.